Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee Háza Yankees-zel kapcsolatos podcastje, immáron az 5. adással. Most nem bírtunk magunkkal, és egy kicsit előbbre hoztuk péntek estére ezt az adást, ami nem azt jelenti, hogy ma is fog kikerülni, elképzelhető, hogy csak holnap fogjuk megosztani, de már most fölvettük, lévén a heti témánk ugye a Wild Card kör lesz majd, Cleveland elleni két csodálatos mérkőzés, amit majd kicsit bővebben ki fogunk tárgyalni, és nem akartunk tovább várni vele, hanem még frissében itt egy nappal később, a második meccs után gondoltuk, hogy föl is vesszük. A mikrofon mögött DS. Mike. És B. Kezdjük akkor az előző hét összegzésével, illetve ennek a hétnek az összegzésével. Hát a wildcardon kívül nem sok minden történt, egészen pontosan. Hát egészen pontosan ugorjunk vissza akkor vasárnapig. Ugye a vasárnap került ki az előző podcast részt, és ott hát akkor még elég sok kérdés volt a rájátszással kapcsolatban. Itt egy ilyen másfél-két óra alatt számba is vettük, hogy milyen lehetőségek vannak, ki kivel játszhat. Ugye aznap volt a Miami Marlins elleni utolsó mérkőzésünk, úgyhogy kicsit felfrissítjük a történéseket. A pénteki első meccsen kikaptunk a Marlins-tól, és ezzel a Miami Garda bebiztosította a helyét a rájátszásban. Valószínűleg elmentek berugni utána, mert szombaton megvertük őket. És vasárnap zártuk az alapszakaszt. Itt annyi tétje volt a mi részünkről a meccsnek, hogyha nyerünk, akkor biztosan másodikok vagyunk a divízióban. Ha kikapunk, akkor még a Toronto beérhetett volna minket, és akkor akár lecsúszhattunk volna a 8. helyre is a rájátszás rangsorban. Hát sima 5-0-ás vereséget szenvedtünk a Marlins ellen. A nagy reménységnek tartott újonc dobón Clark Schmidt élete első startját produkálta ezen a meccsen. Nem sikerült túl jól, de hát az ütősor az már lélekben és fejben is a rájátszásban járt. Úgyhogy teljesen sima vereséget szenvedtünk. Annak örülhettünk, hogy DJ LeMahieu két találattal bebiztosította az amúgy is igen biztosnak tűnő ütő bajnoki címét. Ezt már akkor is az előző heti podcastben is mondtuk, illetve aztán a Yankees Hungary-n is posztoltuk, hogy ezzel ő a liga történetében a második játékos, aki az American League-ben és a National League-ben is ütő bajnoki címet tudott szerezni. Az egyik ütésével viszont telibe találta a Miami kezdődobóját, Ureñát, akinek el is tört a dobókarja. Mivel egy 104 mérföld per órás ütést küldött vissza LeMahieu, úgyhogy szegény Ureñát le is kellett cserélni, a rájátszás is kérdéses nála. Illetve még a Miami Marlins augusztus végi nagy szerzeményét, Starling Martét is fejbe dobtuk, illetve nem is fejbe, hanem a sisaknak a simléderét találta el szerencsére a labda, de hát őt is a biztonság kedvéért lecserélték. Egyébként Starling Marte eléggé vonza a labdákat, mert a rájátszásba is megdobták, de erről majd később beszélünk. Illetve még emeljük ki Luke Voigtot, aki ugye hazafutást nem szerzett ezen a meccsen, de a hazafutás bajnoki címet viszont behúzta. Ugye mi kikaptunk, de szerencsére az Orioles megtette azt a szívességet nekünk, hogy a Blue Jays-t legyőzte, úgyhogy maradtunk 5. kiemeltek. És ugye az Orioles kapcsán mindig elő szokott kerülni bizonyos Robi név, akit egyébként... Igen, akit még nem mondtunk el, hogy egyébként kicsodát, ő a Playball blog, illetve a Playball News Facebook oldal atya, szíve, lelke. Elég jó a kapcsolat közöttünk. Titkon Yankees rajongó, csak mondjuk. Igen, és a Baltimore Orioles egyetlen és hivatalos magyarországi szurkolója valószínűleg. Úgyhogy 5. kiemeltek lettünk így a rájátszásban. Nem rajtunk múlt. Aztán pedig hát elindult a rájátszás végül. Ahol is az utolsó meccsnapig nem lehetett tudni, hogy ki lesz az ellenfelünk, és hát ugye ezt a múlt heti adásban taglaltuk is, hogy mi kinek örülnénk, és hát volt egy-két csapat, akikkel nem nagyon akartunk összekerülni, ilyen volt a Cleveland Indians. Hát összekerültünk velük, hát aminek előzetesen tényleg nem, nagyon nem örültünk, de hát mint kiderült, alaptalan volt a félelmünk, akármennyire is jó kezdő dobokkal vághattak neki a mérkőzésnek.
Az első meccsen igazából nüansz lyuk se volt, a második egy kicsit érdekesebbre sikerült, ez is lesz egyébként a mai fő témánk. Így van, és akkor hát nézzük is ezt a két mérkőzést a Cleveland ellen. Ugye mivel a Cleveland volt a magasabb kiemelt csapat, ezért idegenben játszottuk az összes mérkőzést, Progressive Fielden. Nem mentünk bele szerintem olyan túl jó szájízzel ebbe a párharcba előzetesen, és ugye hiába van nekünk ott Garrett Cole, de Shane Bieber, amit idén csinált az alapszakaszban, ezt a múlt héten is tárgyaltuk, hogy az valami egészen emberfeletti volt. Hát ennek ellenére az első mérkőzésen... Szöges ellentéte, amit gondoltunk. Igen, tehát én szerintem a legvadabb álmainkban sem gondoltuk volna azt, hogy ennyire elkapjuk Biebert és az egész Clevelandet az első mérkőzésen. Hát azonnal az első inningben vezetést szereztünk, ugye Aaron Judge a mérkőzés negyedik dobását kivágta a francba egy hazafutásra, és ugye hát DJ LeMahieu előtte azt csinálta, amit DJ LeMahieu csinál. Terrorizálta az ütőket, vagy a dobókat. Bázisra került egy találattal, ugye ezért Judge homránya kapásból 2 pontot ért, és mi meg így pislogtunk, hogy ez most tényleg megtörtént? Tényleg megtörtént. Hát Bieber utána sem tudta összeszedni magát, igen? Csak a Judge homránhoz egy kis gondolatot akarok hozzáfűzni, hogy ez, ha egy 10-15 év múlva így visszatekintünk a karrierjére, egy kicsit ilyen kapitány pillanat volt ez, nem? Hogy amikor nagyon kell, akkor így letette a névjegyet, hogy akkor most itt vagyunk a rájátszásban, hello. Bunt idézve Savage. Igen. These guys are savages. Hát Bieber egyébként annyit elég elmondni arra, hogy 4,2 inninget volt a pályán. Igen, és 7 pontot ütöttünk róla, ami... Hát és 9-kor, vagy 9-kor, bocsánat, 9-szer köszöntük meg neki a labdát, igen, 9 találat, igen. 13 és feles ERA-jel zárta egyébként. Igen. Hát szóval ezt ha valaki, előzetesen ezt valaki mondja, akkor annak szerintem megköszönjük a közreműködést, és kikísérjük az ajtón. Tehát ez annyira nem volt ennek semmilyen valószínűsége szerintem, hogy ennyire elkapjuk Biebert, hogy... De nagyon örülünk, hogy így történt. Egyáltalán nem gondoltam volna én se, hogy ennyire, de egyébként az indián szurkoló barátom írta, hogy 2017-ben meg Klubert ütöttük szét 2-szer is, és akkor Kluber volt az American League-ben Cy Young díjas, ugye a legjobb dobó. Ide meg lehet, hogy hát meglepő lenne, ha nem Bieber lenne, úgyhogy igen, ez nekünk eléggé megy. Igen, ebből egy tradíciót csinálunk. Igen. Ja, és mellé egyébként még 2-szer sétáltak róla. Tehát hogy így nagyon nem az ő napja volt ez. Összehasonlítva Kollal, meg egyébként a Yankees dobókkal, hát nálunk 2 dobó került szóba, Sessa volt a másik, ugye. Az Indiesnél megölt Mason, Simber, Hill és Perez. Tehát hogy így nagyon nem az ütőikről szólt ez a mérkőzés. Igen, és hát ugye a Biebert váltó Maton volt az egyetlen a clevelandi aznapi dobóegységből, aki valamilyen sikert, vagy legalább pozitív élményt fel tudott mutatni a Yankees ellen, ő egy hát és egy harmadnyi inning alatt, igen, ő egy strikeoutot csinált, és azon kívül se ütni nem tudtunk róla, se sétánk nem volt. Hát utána beállt Simber cimbora, és hát ő nagyon kapta az ívet, aztán Hill is ugyanolyan sorsa jutott. A Jocival az új kedvencünk Oliver Perez, aki körülbelül így kinézetre a, nem is tudom, 1970-es évekből maradt itt a dobódombon, kackiás bajszával, szemüvegével, meg a nem tudom, nyakig fölhúzott zokniával. Imádtuk őt, és ugye róla egy találatot hoztunk, de hát ő csak az utolsó autót megcsinálni küldték be, tehát így nem akarták, hogy annyira lealázzon minket, hogy elmenjen a kedvünk az egésztől, ezért csak a legvégén küldték őt be. És hát ő teljesítette is a feladatát. Nálunk ugyanakkor, igen, tehát ahogy előbb Mike is mondta, Garrett Cole hozta azt tulajdonképpen, amiért
megkapta a nagy pénzt. Amit 300 millióért kéne is hozni a minden meccsen. Igen, és tényleg egy szavunk nem lehet rá, mert fantasztikusan kontroll alatt tartotta az egyébként nagyon patent Clevelandi ütősort. A 7 teljes inninget lehozott, ez alatt 6 találatot és 2 pontot hoztak róla, ugye feladott egy szóló hazafutást, de azon kívül sétája nem volt, és 13 strikeouttal küldte vissza a Clevelandi ütőket. Jó, de hát az a home run is csak azért kellett, hogy tartsuk a szokást. Tehát, igen, hogy legyen neki. Ne érezzük már azt, hogy valami más világban vagyunk. És hát a másik oldalon mi meg 4-szer csapkodtuk meg home run-nal. Az éppen aktuális dobot, ugye Hilt meg Biebert 2-2-t kapott mindkettő. Igen, így van. Ugye Torres is ütött egyet, Gardner ütött egyet, illetve Giancarlo. Nem tudom, Cimbernél nézed azt az IR-ét. Hát ez... Egy laza 40,5-ös. Jó az. Hát mondjuk igen, jó, 0,2 inning alatt nyilván csak szépen mutat. És jól emlékszem, akkor ő nem is dobott a második meccsen. Őt nem cserélték be, viszont akkor ugye ez azt jelenti, hogy az idei rájátszást azt ő egy 40 és feles ERA-vel abszolválta. Geniális, jó fog mutatni majd a históriában. Igen, ez nem egy dolog, amit majd az unokáinak el fog mesélni, hogy és amikor a Yankees ellen dobtam 2020-ban. De legalább ott voltam a pályán. Igen. Egyébként gondoltátok volna, hogy ez jó húzás, hogy Gardner Fraser helyett? Én annyiból gondoltam, hogy jó lesz, hogy ugye meccs előtt, vagy meccs legelején, amikor ugye a külföldi oldalak is ezt taglalták, hogy ez vajon miért ugye nem Clint Frazier kezd, hanem Brett Gardner. És ott volt egy ilyen statisztika, hogy Gardnernek az utolsó 40-valahány plate appearance-e az nagyon-nagyon jól sikerült összességében. Frazier-nek viszont az utolsó majdnem ugyanannyi, az nem olyan jó, sőt Gardnerhez képest nagyon rosszul. Tehát Gardner egy abszolút hot streakben van benne, és ezt át is tudta hozni a rájátszásra. Frazier meg éppen, hogy a jó szezonja végén olyan kihűlőben volt, és valószínűleg ezért döntött úgy Boone, ugye, hogy inkább akkor a veteránt kezdeti, és hát be is jött. Hát amit Gardner meg Torres műveltek, tehát az ember feletti, és hát nyilván Lemé jó is, tehát ez minden podcast alkalmával. Igen, őt szinte mindig ki lehet emelni, sőt, mindig ki lehetne emelni valószínűleg. Meg ki is fogjuk a második meccs kapcsán. Igen. És még volt, akit érdekel. Ez egy tipikusan olyan meccs volt, ahol mindenki beletett valamit a közösbe. Igen, tehát igen, ugye igen. Az ötök közül mindenkinek volt valami jó megmozdulása. Ugye Stantonnak is például csak egy találata volt, de az egy home run. Urselának is volt egy találata, egy pontszerzése, egy RBI-ja, egy sétája. Tehát így mindenki beletett valamit a közösbe, és tényleg a Clevelandnek esélye nem volt. Ugye... Bocsi, csak annyi, hogy hát igazából, hogyha végignézett, tényleg csak Wade nem ütött, de hát Wade-et nyilván futni hozzuk be. Hát meg Wade-nek nem is volt ütéshez állása. Igen, igen, az meg a másik, igen. Tehát, vagy igen. Védelmi sereként azt hiszem. És... Tehát nem volt releváns, tehát nem releváns az ő megjelenése most itt a statisztikában. Louis Cessa is, ugye, aki beállt Cole után az utolsó 2 inningre, hiába, hogy feladott egy pontot, de ugye neki annyi volt a dolga, hogy ne essen szét annyira, hogy másik cseredobót is be kelljen hozni utána, hanem a bullpen azt tudjon pihenni. Igen, B? Igen, csak azt akartam mondani, hogy ugye olvastunk sok ilyen beharangozót, meg előzetes cikket, írták, hogy milyen jó az Indians dobó részlege, és minden szakíró kiemelte, hogy az ütősuruk az nem az igazi, ugye Hossi Ramirez ezen kívül nem van senki jó formában, és ez szerintem hát majdnem teljesen be is vált, hogy a Ramireznek volt egy RBI duplája, meg Josh Naylor fogott ki most 2 Naylor. Ilyen ihletett napot, igen. De amúgy így nagyjából teljesen igaz volt, amit írtak az Indians ütés soráról, senki nem tudott kiemelkedni. Igen, hát az első meccsen egyedül Naylor volt az, aki ugye, aki elmebeteg módban játszott, hát az nem lopta be magát a szívünkbe, maradjunk annyiban ez alatt a 2 meccs alatt, amellett, hogy nyilván elismerjük a fantasztikus teljesítményét. Ne ellenünk csinálja ezt, igen.
Tehát az első mérkőzést azt nagyon-nagyon alázósra vette a Yankees, és 12-3-ra húzta be végül a meccset. És igen, amit mondasz is az ütősorról, ugye az is jellemző, hogy a 8 találata volt a meccs végén a Clevelandnek, ebből 4 volt Naylor. Maradék 8 ember, meg alig tudott összeharácsolni ugyanúgy 4 ütést, mint amit ő egyedül. Igen, és a hát pontok is igazából Naylor, meg Ramirez. Igen. Talán még Dashiot. Ide jött Garbage Time-ba, 9-ben még igen. Behoztak egyet. Azt hiszem, hogy Nékin ütötte be. Igen, Tyler Nékin, de hát az már 12-2-nél már igen. Nem nagyon volt releváns. Igen. És így mentünk bele ugye másnap a második mérkőzésbe. Ami, hát, hogyha nem tudom, tehát, hogyha az epikus jelzőt azt valamire kitalálták a világtörténelem kezdetén, akkor azt erre a mesre találták ki már akkor. Ez a mérkőzés... Ott minden volt, ami megtörténhetett, tehát, hogy így... Ez valami egész, tehát én nem találom rá a szavakat még most sem. Tehát egyszerűen akkora érzelmi hullámvasút volt végig, hogy tényleg ez egy életre nyomot hagy az emberben szerintem, hogyha rajongóként nézte végig. Egyedül az összefoglalóban is írtuk a Yankees Hungary-n, hogy az utóbbi, én nem tudom, 10 évben talán az egyetlen meccs, ami ehhez hasonlítható volt, az a Minnesota Twins elleni tavalyi hatalmas derbi, amikor ugye 14-12-re nyertünk Minnesota-ban, és ott is a végén Aaron Hicks egy ilyen hatalmas vetődős elkapással vetett véget a mérkőzésnek, amivel valószínűleg vagy kiegyenlített volna, vagy megnyerte volna a meccset a Minnesota. De az ugye egy alapszakasz meccs volt, ez pedig egy rájátszás meccs, és itt is. Én teljesen megmentem ezen a meccsen. Ugye... Első szünettel kezdődött az egész, Clevelandben leszakadt az ég a meccs előtt, és hát a előrejelzések azok valami 3 napos felhőszakadást jósoltak. Monszum volt Clevelandben. Igen, siratta az ég is a csapatot. És hát ilyen körülmények miatt ugye majdnem egy órás első szünettel kezdődött kapásból a mérkőzés, több mint, hát nem is tudom, majdnem 50 percig. Nem kezdték el, viszont amikor elkezdték, ugye, hát egy másik... Akkor nagyon elkezdték. Nem, hanem pont ez az, hogy még akkor sem, mert utána is, ugye Carrasco lehozta az első inning tetejét simára, ugye ő is egy olyan dobó volt, akitől eléggé fáztunk a series előtt, a párharc előtt, és lehozta az első inning tetejét, aztán mire annak, aki ment a dombra, addigra megint elkezdett szakadni az esőre, de olyan szélfúvással párosulva, hogy így konkrétan Tanakának a meze meg a nadrágja az lobogott a dombon, és hát ilyen körülmények között hát állj oda dobni. És szegény Tanakának is érződött a teljesítményén, hogy ez nem annyira az ő eleme, és kapásba hoztak is róla 1 pontot, 2 duplával, ugye egyből ütöttek róla 2 duplát, mire a drága bíró úr kegyeskedett lefújni a mérkőzést újból, hogy ez így nem játékra alkalmas időjárás. És jött egy újabb, bő 25 perces szünet, amire végre elárt az eső nagyjából. Viszont Tanakának ugye ki kellett mennie továbbra is dobni, hogy mentse a bullpent egy kicsit, illetve hát tényleg a meccs legelején voltunk, és hát mivel ugye több mint fél órát ült a kispadon, eléggé kihűlt a dobókarja valószínűleg, ráadásul ilyen körülmények között gondolom idegállapotba is került, mint a Mónika Show-ban a barátunk. és hát ez meg is látszott sajnos Tanakának az első inningbeli teljesítményén. A következő kiejtést megcsinálta, még ezzel 2 out lett, viszont utána sétáltatta Franmil Reyes-t, aztán pedig jött az első meccs hőse Naylor, aki most is ugyanott folytatta, ahol abba hagyta az első mérkőzésen, egy duplával kapásból behozott még 2 pontot, Roberto Perez pedig egy szimplával behozott még egyet, mire sikerült utána megcsinálni a 3. outot, már 4-0-ra vezetett a Cleveland. Viszont ugye pont a 2017-es előbb B által említett párharc is azt mutatta, hogy nem szabad feladni, mert mindig van keresni valónk tulajdonképpen, és ez most is így volt. A kapásból a következő inning tetején Giancarlo Stanton
Stanton vágott egy hatalmas hazafutást. Ezt nem kiizmozta, mint az első meccs végén, hogy tényleg abban a homránban abban nem is volt se csípő, se láb, csak karból konkrétan. Tehát így, mint hogyha mérges lett volna, és csak így hozzávágta volna az ütőt a labdához. Az meg nem tudott más tenni, csak kirepült. Ez viszont egy olyan igazi Stantonikus homerun volt. Ezt fogta is. Igen, én magyarítottam a Stantonient. Szoktak mondani, ugye. Van a szuperszónikus, és van a Stantonikus, ami egy kicsivel több. Igen. És nem magyarítottad a többi szöveget? A no sequa stoparlo, vagy nem is tudom, mit szokott mondani. Sterling. Nem. Odaig meg nem jutottam. Ez jó, egy ilyen, egy magyar-angol ilyen kis szótárt csináljunk már. Igen, home run call-ok. És ugye Stanton home run-jával kicsit közelebb kerültünk a Clevelandhez, 4-1 lett az ellás, viszont ami nagyon-nagyon nagy kulcs fontosságú mozzanata volt ennek a mérkőzésnek, az az, hogy Masahiro Tanaka a nagyon lenyugodott az első rossz inning után, és adott 3 olyan tiszta és gyönyörű szép inninget ezután a csapatnak, ami alatt volt ideje az ütősornak rendet rakni a fejekben, és elhinni azt, hogy itt van keresni valójuk. És ez a 3 inning, ez alatt egyetlen egy sétát engedett Tank, és ez szerintem nagyon-nagyon nagy kulcs momentuma volt annak, hogy vissza tudtunk jönni a mérkőzésbe. Ugye a negyedik... Playoff Tanaka. Igen. Itt abszolút igen. Megkapta magát, igen. És hát a negyedik inningben... negyedik inningben sikerült megfordítani a mérkőzést. Aaron Hicks ütött egy fura triplát kezdésként. Ezt ugye DeShields, az ellenfél centerfieldere nagyon benézte ezt az ütést, tehát ez normál esetben egy nem sima, de egy nem is túl nehéz flyout lett volna centerbe. DeShields viszont nagyon-nagyon rosszul indult el, és befelé kezdett el futni. Labda meg konkrétan átrepült a feje fölött, és ő meg ahogy próbált megfordulni, még majdnem el is taknyolt. Szóval Hicks egy nagyon sima triplát futott ebből, és ez annyira megborította Carrascót a dombon, hogy utána 2 sétát egymás után Voitnak és Stantonnak engedélyezett. Aztán érkezett Gio Urshela. Az utóbbi 2 szezonban szerintem őt is nagyon megszerettük. Tehát ugye az, hogy nem csak a védekezése, hanem az ütés teljesítménye is ennyire durván bejött. Ezt beszéltük is még, amikor Ján Duhárról szó volt a 2 adással ezelőtt, azt hiszem, hogy nem számítottunk arra, hogy Gio ennyire be fog válni. És hát most hozzátett a renoméjához. Tehát telebázis, nem volt kieső, 3 ponttal vezet a Cleveland, érkezik Urshela, és egy kegyetlen nagy Grand Slamet kivág centerbe, amivel átvesszük a vezetést. Ós elasztikus ütés volt? Mondhatni. Igen, és ugye mondtad, hogy itt, ugye, nem is tudom, hogy mondtad, hogy a Carlascot lecserélték, és talán az egyik legjobb bullpen emberéhez fordult az Indians, James Karinchakhoz, aki amúgy újonc, de az alapszakaszban nagyon jó számokat hozott. És ugye beszéltük még pont a White Sox-szal kapcsolatban a múlt héten, hogy hát a fiatalok hogy bírják el a rájátszás nyomását, így vagy úgy jól játszanak-e majd, vagy összenyomja őket ez a súly, és hát Karinchakhot összenyomta. Igen. Igen, hiába az, hogy nem voltak nézők, azért igen, a teher, az, hogy az egésznek sokkal nagyobb a renoméja, a súlya, a mindene, az ott volt. Igen, és Karinchakot annyira megtorpantotta ez a Grand Slam, amit feladott Urshelának, hogy utána ő is 2 ember zsinórban sétával bázisra tett, és kénytelenek voltak megint becserélni Phil Mattont, aki az első meccsen ugye az egyetlen értékelhető dobó teljesítményt nyújtotta ellenünk, és ő most is kijött egyébként ebből a helyzetből, tehát a 2 ember bázison, kieső nélkül, és a következő 3 outot olyan simán megcsinálta, hogy rossz volt nézni. Viszont ez csak az első. Igen, vezettünk is, és ez csak az első
ilyen epic momentum volt ezen a meccsen, mint kiderült, tehát utána még tartogatott sok értekességet ez a második mérkőzés. A kapásból a következőben egy Stanton sacrifice fly-jal növeltük az előnyt, ellenben nem adta könnyen magát a Cleveland, és Tanaka újra egy kicsit beleszaladt a késbe három nagyon szép inning után, és kapásból az első két embert bázisra tette egy duplával, illetve egy sétával, érkezett Chad Green, aki az egész alapszakaszban 14 futót örökölt az előtte lévő dobótól, tehát hogy úgy állt be, hogy futó volt bázison. Ez 14 ilyen volt, és ebből kettőt engedett be. Tehát 12 futó ott maradt bázison, amikor Green beállt dobni, mert megcsinálta a kiejtéseket. Na a rájátszásban ez kapásból 2-2 lett neki. Tehát a két futót, akit Tanaka fönt hagyott ugye egyesen és kettesen, az első ember kapásból José Ramirez vágott egy duplát, amiből mind a két pont beérkezett, és kiegyenlített a Cleveland. Ki más, ugye? Ki sütött volna. És ugye utána Green viszont, ez nagyon, tehát az ő számlájára kell írni, hogy Green nem esett össze, mint a clevelandi dobók előtte, hanem ő feladta ezt a nagy duplát, és ugye pontszerző helyen volt Ramirez ezután, ennek ellenére Green két akkora strikeoutot osztott ki, és utána egy flyáttal kiejtette a kiejthetetlen Naylor-t, hogy azért, na, megemeltük a kalapunkat ő. Stabil volt. Igen, kellett. Tehát így azon viccelődtünk Jocival, akivel együtt néztük a meccset, hogy Green direkt csak ugye Tanakának az átlagát akarta lerontani, és amikor meg már az ő bőrére ment a dolog, ugye, mert Ramirez már az ő futója volt, akit ő tett bázisra, akkor gyorsan megcsinálta a három állatot, hogy az ő ijeréje az nulla maradjon. Matek voltak előképpen. Viszont... 3 hit, 3K. Igen. Viszont... Nulla ijeré, bocsi. Igen, ez az, tehát ugye a két pont, ami bejött, az mind a kettő Tanakának számított. És utána kapásból ugye a fordulás után Brad Gardner séta, Gary Sanchez home run, tehát hogy a Cleveland ne érezze azt, hogy itt van keresnivalójuk, kapásból újra átvettük a vezetést két ponttal. Amire nem is tudott egyből válaszolni az Indians, kellett egy nagyon nagy dupla játék Gio Urshela kezdeményezésével az inning alján, de sikerült pont nélkül tartani őket egészen a hetedik inningig, amikor is viszont mi elrontottunk egy kínálkozó lehetőséget két futóval bázison, ellenben a Cleveland két outnál visszajött a meccsbe és ismét kiegyenlített. Az első két ember az simán kiesett, utána azonban jött két séta, és hát a Cleveland edzője meghúzott egy olyan dolgot, amire szerintem sem ott a mérkőzésen, de sem az első meccs alapján senki nem számított, ugyanis két futóval bázison érkezett volna Naylor, aki eddig szinte kiejthetetlen volt, ennek ellenére az edző fogta és lecserélte őt Jordan Luplóra, aki... Fú, most nem akarok hülyeséget mondani, de valami pont 1.45-ös ütési átlaggal, ütő átlaggal érkezett ebbe a meccsbe. Ennek hatására ugye a Boone edző is kapásból lépett, és folytatta a sakjátszmát, és behozta Jonathan Loaisigát Zach Britton ellen. És hát nem a mi húzásunk jött be. Tehát a clevelandi edzőt akkorát húzott ezzel a Jordan Luplo nevű sráccal, hogy ő kapásból vágott egy két pontot érő duplát, amivel kiegyenlítette a mérkőzést, ráadásul két strike, két out szituációnál. Egyszerűen nem hittük el, hogy ez megtörténik. És hát megint eléggé rossz volt a szánk íze, hiába, hogy csak egyenlített a Cleveland, de tényleg itt is egy olyan érzés volt, ugye, hogy nem engedik el a nyakunkat, tehát hogy végig ott vannak rajtunk, és nem tudunk egyszerűen egy olyan magabiztos előnyt összehozni, hogy az elég legyen. Igen, azért ez pszichológiában nem túl kellemes érzés. Igen. Te egyébként miért Loaisiga jött? Miért nem Ottavino? Hát Ottavino valószínűleg kikerült a bizalmi körből. Ugye anno Joe Girardinál használta valamelyik amerikai oldal, talán a River Avenue Blues, ezt a Circle of Trust szófordulatot, ugye azokra a cseredobókra vonatkozóan, akik a legnagyobb bizalmat élvezik az adott edzőnél,
És ezt ugye, ezt, tehát mi is átvettük, és most Boone-ra is ugyanúgy igaz ez, hogy megvan neki ez a, ez a bizalmi kör. Ottavino valószínűleg az alapszakaszban párszor annyira beleszaladt a késbe, hogy Boone nem mert rábízni egy ilyen éles szituációt. Miközben nem jó jel, hogy akkor inkább a majdnem újonc tök fiatal Loaizinga jön be helyette, de... Hát minden esetre érdekes döntés volt, de mondom, itt a Sandy Alomar, Cleveland edzője, ő abszolút ellopta a sót. Tehát ezzel a cserével, hogy a torony magasan legjobb playoff játékosodat lecseréled a semmiből egy ilyen random arcra, hát lelked bejött. Rajta, barátom. És igen, és bejött. Tehát... Viszont tudhatott valamit, tudhatott valamit annak ellenére, hogy egy 40 akárhányja ütött addig. Egész biztosan megvolt a mögött a matek, csak ugye az volt a fura benne, hogy a Yankees az erre kapásból lépett is, tehát hogy nem hagyták Ben Green, hanem kapásból ugye ők is dobót cseréltek, és még így is, tehát vagyis bocsánat, Britton, akkor már Britton dobott, és ugye nem Brittont hagyta be, hogy meglegyen a Luplónak kedvező balos ellenpárharc, hanem behozta ugye Johnny Lazanyát, és még így is bejött a clevelandi húzás, tehát ezért jár a taps mindenképpen az Indiansnak, mert ezt nagyon szépen kimatekozták. És ez egy picit az egyébként szerintem nyomot is hagyott a ilyen kis ütősorban is, lévén egy outnál ismét két sétával bázisra került egymás után két emberünk, ugyanakkor nem sikerült ezt kihasználni. Aaron Hicks ütött egy sima groundoutot, és a csereütőként beálló Clint Frazier pedig megkapta az esélyt a bizonyításra, de nem tudott élni vele, hanem három sima strike-ot hadonászott össze, és simán kiesett strikeouttal. Ellenben a Cleveland pedig kihasználta ezt a lehetőségét. Ők is két sétával bázisra kerültek, ugye Dashiell és Lindor, kieső nélkül, és ekkor érezte úgy Boone, hogy akkor most már azért Loaizigát le kéne cserélni talán. Hát szerintem egy picit elkésett vele, de... Hát a végeredmény nézed, nem. Jó. Nem ezen múlt, az a baj. De hát ugye Errol is Chapmant küldte be végre, hogy hát próbálja meg megoldani ezt a nagyon nehéz helyzetet, és Chapman pedig elolvasta valószínűleg Chad Greennek a könyvét. Legalábbis egy nagyon ótvar szóviccel mondhatnám, hogy a zöld könyvet. És ő is megcsinálta majdnem azt, mint Green, hogy a nem neki számító futókat beengedte, de ő csak egyet, kapásból Hernándeznek feladott egy találatot, amiből ugye Dashiell simán hazasprintelt kettesről, és ezzel 4-0 után először átvette a vezetést a Cleveland a 8. alján, és nem annyira volt természetes a mosolyunk, azt hiszem, ezen a pontján a mérkőzésnek. Viszont Chapmant meg nem olyan felból faragták, hogy ő ezt magára vette volna ezt a dolgot. És Keletek is a nullás ijjeré. Igen. Így. És ugye Jose Ramirez nagyon-nagyon durván strikeouttal visszaküldte a dugoutba, és utána jött Gio Urshela következő kulcsmozzanata ezen a mérkőzésen, hogy a Carlos Santana egy iszonyat erős laudát küldött meg hármasra, Urshela ezt lefülelte, és konkrétan segre ülve dobta kettesre a labdát, és úgy csináltunk dupla játékot, hogy Gio indította el konkrétan a földön ülve, mert csak úgy tudta lekezelni az ütést. És ez akkora boostot adott a csapatnak, hogy a 9. pedig már érezhetően úgy is jöttek ütni, hogy ha valamikor, akkor most ezt meg tudjuk fordítani. És sikerült is, ellenben hát nem egy olyan tipikus Yankees 9. inning rallinak köszönhetően, mint amit reméltünk, de hát a kisütés is ütésnek számít, ugye, és hát mi köszöntük szépen a lehetőségeket. Stanton sétával bázisra került, egyébként nem is rekordbeállítás volt, vagy rekorddöntés is volt az egy meccsen történő séták számában. Ja, mondom, mennyi volt összesen? Összesen azt hiszem 17, talán a két csapatnak együtt. Na, több. 19. 19. Bizony.
És azt hiszem, szóval... hogy rekord volt egyébként. Igen, nekem is úgy rémlik, hogy rekord, és ebből ugye 12 volt a Yankees-é, tehát Yankees ütők 12-szer sétálhattak. Igen, 7-szer. Igen, rekord egyébként. Szóval tehát Giancarlo Stanton is sétával bázisra került, aztán Gio Urshela következett, aki hát még egészen biztosan ilyen hatalmas lelki állapotban volt emiatt a dupla játék miatt, amit ő kezdeményezett az elején, most az előző inning végén. És hát ennek köszönhetően két strike-nál egy annyira alázó dobás, tehát tényleg az, ami így lecsapódik a bokádhoz konkrétan, és kényszerűen ráütsz, mert nem tudod fölmérni, hogy mennyire direkt arra megy ki a dobó, hogy megszivasson téged. Egy ilyen dobásba kalimpált bele úgy, hogy a labda átgurult konkrétan két védő között, és kicenterbe, amivel bázisra került ugye Gio. Azt érkezett... még említsük meg, hogy igen? Ez a dobó az Brett Hand volt. Igen, akivel nem bántunk kesztyűs kézzel? Igen, és ugye... Bieber után Brett Hand volt a második olyan dobója a Clevelandnek ebben a párharcban, aki elég eszement számokat produkálva érkezett a meccsbe. Az első mérkőzésen ugye nem voltok a csapatnak, hogy betegye őt, viszont a második meccsen pont az ilyen szituációkra termett ő tulajdonképpen, lévén az alapszakaszban 16 mentési lehetőségből 16 mentést csinált, tehát konkrétan perfektre lehozta a kapott lehetőségekből az egész szezont. Hát mikor máskor roncson el egy mentést, mint a wildcard mérkőzésen a Yankees ellen, ugye? És Urshela szinglije után érkezett Gleyber Torres, aki szintén két strike-nál, hát tehát konkrétan egy ilyen Baltimore csáp ütéssel, ami ugye azt jelenti, hogy a földre üti le a labdát, ami magasan fölpattan aztán. Egy sima ground out lett volna tulajdonképpen, vagyis hát egy ilyen sima out egyesen. Dupla játékot talán nem tudtak volna csinálni belőle, mert Urshela elég jó sprintelt kettesre. Viszont a magasra fölpattant labda éppen Brett Hand kesztyűjébe hullott volna vissza, Hand azonban mellé nyúlt, tehát kiesett konkrétan a kesztyűjéből a labda, és el is pattant tőle a dobódombon, ahogy leesett, tehát esélyesen volt így megcsinálni egy autót sem, és megtelítettük a bázisokat kieső nélkül. Hát itt már konkrétan szerintem nem volt olyan izzadság, mint itt a tenyerünkön, ami ne patakzott volna, mert tényleg ez a legizgalmasabb szitu volt kb., amit el tudtunk képzelni, és nagyon-nagyon vártuk, hogy sikerül-e kihozni belőle valamit. Hát Brad Gardner... Yankee Special-t a telebázis nulla out, nulla pont. Igen, hogy nem hozunk ki belőle egy pontot se, és behúzza a Cleveland. Meg volt a félsz egy picit egyébként. És Brad Gardner sajnos strikeouttal el is búcsúzott. Aztán érkezett Gary Sanchez, ugye, aki hiába, hogy ütött home run-t az előző mérkőzésen, illetve ezen a mérkőzésen már, mégis ugye az alapszakasz az nagyon-nagyon csúnyára sikerült neki. Ellenben most sikerült azért ismét bizonyítania, és egy sacrifice fly-jal hiába, hogy ő kiesett, de Mike Tauchman be tudott futni hármasról, amivel kiegyenlítettük a mérkőzést, és ugye Sanchez volt a 9. ütő az ütősorban, ami azt jelentette, hogy két outnál és futóval egyesen és kettesen DJ LeMahieu érkezhetett ütni, ami hát azért valljuk be elég jó jel volt. Igen. Félig és ember, hát... félig gép. DJ LeMahieu példakép. Ennyi! Így van. És hát DJ LeMahieu azt csinálta, amit DJ LeMahieu csinál. Tehát hiába, hogy azon a meccsen eddig nem volt találata, amikor nagyon kellett, akkor megtette, amit megkívánta haza. És a legjobb az az egészben, hogy nála is két strike-ig jutott Hand, tehát ott is egy dobásra volt attól, hogy befejezze az inninget, és hiába, hogy ott blown save. Része, tudod. Igen. És egy blown save-vel még azért kijött volna úgy, hogy döntetlen, de nem. DJ szintén egy eléggé, hát nem könnyű dobást ütött el két ember közé mértani pontossággal, ráadásul úgy ütötte vissza a labdát Hand mögé, hogy Hand
valahogy nem tudom, próbálta fölhúzni a lábát, hogy beleérjen a labdába, és tompítsa azt, és meg tudja csinálni az autót. Aztán, de valahogy pont úgy ment a labda, hogy ahogy húzta föl a lábát, így a vádlia fölött a tért hajlatánál elsurrant a labda, lepattant, és a két vetődő belső védő között így átgurult centerbe. Amiből hát ugye Gio simán beért, ráadásul Dashi az ismét szerencsétlenkedett egyet centerfielderen, és elcsúszott, miközben próbálta lekezelni a guruló labdát. Emiatt pedig Gleyber Torres el tudott futni egyesről hármasra, DJ pedig kettesre kapásból. Aztán jött egy újabb séta Aaron Judge-nak, viszont Aaron Hicks nem tudta kihasználni már ezt a telebázis helyzetet, hanem ő is strikeouttal, ekkor már Cal Quantrill ellen kiesett. És azért volt ugye egy kicsit bajos ez a szitu, mert nagyon-nagyon hosszú volt ez az inning, tehát majdnem fél órás fél inning volt ez a Yankees rally, és ugye Aroldis Chapman pedig adni idő alatt bent ült a kispadon, és várta, hogy újra jöhessen a dombra. És egy pontos előnyben érkezett ennek köszönhetően, de szerencsére nem látszott meg a teljesítményén az, hogy mennyit kellett ülnie dobás nélkül. Egy strikeout, egy sima groundout, majd még egy strikeout Oscar Mercadónak, aki egy csere ütőként állt be. Viszont ez a második strikeout, ami a meccsgyőztes kellett volna, ez elpattant ugye Gary Sanchez kesztyűje mellett, ezért Mercado el tudott sprintelni egyesre belőle, és hiába került be ugye Chapman nevéhez a strikeout, mégis ugye futó volt bázison, mert ilyenkor a kiejtés az nem számít. Ennek ellenére a következő csereütőt, Austin Hedges-t Chapman ugyanúgy kára tette, és ezzel behúzta a győzelmet. Hát nem tudom, tehát valami egész élőben ezt átélni, olyan iszonyú feszültség volt itt a meccs végén, illetve a meccs egész második felében tulajdonképpen, tehát akkora megkönnyebbülés volt az az utolsó strikeout, főleg, hogy azt az egyes base bíró mondta be, mert egy check swing volt Hedgesnél. Hát az, hogy egy hatalmas kő esett le a szívünkről, az nem fejezi ki eléggé azt, hogy mit éreztünk szerintem. Ennél jobb estímes a péntekre, amit nem kérek. Kérek majd a World Series-ra. Legyen úgy. Igen, és tényleg, tehát ugye a Yankees Hungary-n is összefoglalóban vissza is lehet nézni, de erről a meccsről, erről beszélni kell. Tehát ez egy akkora küzdelem volt, és tényleg akkora titánok harca itt, ami az ütősorokat illette. Trónok hogy... harca, akkor már... Igen. Hogy mondom, ez valami fantasztikus szurkolói élményt nyújtott. És ugye, ami pedig a legjelentősebb az egészben, hogy ezzel 2-0-al kiütöttük a Clevelandet, kisöpörtük őket, és mehetünk tovább az American League Division Series-be, ahol is az a Tampa Bay Rays lesz az ellenfelünk, akikről már szintén szó volt ebben a podcastben, sőt a podcast debütálása is részben nekik köszönhető, ugye, mert volt egy kisebb, nagyobb balhénk ellenük, majdnem verekedéssel, illetve egymásnak üzengetéssel, és ez volt az első podcastünk témája. Amit már többször is elmondtunk, ugye, hogy a Rays az totálisan bealázott minket az alapszakasz során, 10-szer találkoztunk velük, ebből 8-at megnyertek. Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebben a DS párbajban. Ami azért is lesz érdekes, bocsánat csak, hogy ami azért is lesz ugye érdekes, mert a Tampával még soha nem találkoztunk playoff meccsen, vagy playoff párharcban. Tehát ez egy debütálás lesz ilyen szempontból a csapatoknak. Kíváncsian várjuk, mi lesz belőle. És akkor nézzük egy picit átvezetve innen azt, hogy a csapatok hogy állnak jelenleg, kik a továbbjutók, milyen párharcok voltak eddig a wildcard körben, illetve azt akkor kezdjük azzal szerintem, hogy a Rays hogyan jutott el ugye ide. És akkor most így egyet. Igen, hát ugye a Rays a Toronto Blue Jays-zel találkozott a wildcard körben,
mivel a Blue Jays végzett a 8. helyen, ezért ők kapták a részt. Hát szerintem előzetesen senki nem számított arra, hogy itt a Jaysnek sok keresni valója lesz. Hát 2 meccsből 2 vereséget szenvedtek, de az első meccs az így meglepően szorosra sikerült, és ott is húzott egy váratlant Charlie Montoyo, ugye a Jays edzője, mert nem Ryu-t jelölte az első meccsen kezdőnek, hanem Matt Shoemakert. Uh-huh. Ryu-t a télen hozták, jól emlékszem, $80 millió rossz szerződéssel, de csak a második meccsre dobták be, mert egy plusz napot hadd pihenjen. Úgyhogy Shoemaker kezdett az elsőn, a résznél pedig Blake Snell, és hát Blake Snell azt hozta, amit vártak tőle, ugye 5 inningen keresztül egyébként no-hitter dobott, és amúgy is 9 strikeoutot osztott ki a Jays ütőinek, de Shoemaker 3 inningig, meg Robbie Ray következő 3 inningig nagyon jól tartott a meccsben a Jays-t. Mindössze egy pontot tudott róluk hozni a Tampa Bay, az is egy ilyen wild pitch miatt, ami hát, még Robbie Ray-től nem egy szokatlan dolog, mert ő vagy strikeoutot dob, vagy sétáltat. Neki fogni az egy élmény lehet. És egyébként Ryu-nak, tehát ezt a Ryu, hogy csak a második meccsen rakták őt kezdőnek, ez a pihenés miatt konkrétan, vagy pedig volt egy ilyen aspektusa is ennek a döntésnek, vajon, hogy nem akarták Snell ellen küldeni? Hát lehet, hogy ilyen aspektusa is volt, de én a cikkekben azt olvastam, hogy Ryu-nak hogy plusz egy napja legyen pihenni, mert egyébként egész jó számokat hoz. Ugye az egész alapszakaszban nagyon jó számokat hozott, mert 3 alatti erája volt. Igen, ő ellenünk is nagyon jól dobott, főleg az utolsó meccsen, ugye? Igen, és azon a meccsen egyébként akkor biztosította be a Jace is a rájátszást. Igen. Úgyhogy igazából ez volt a terv. Meg szerintem az is benne, hogyha az elsőn veszítenek, akkor ugye Ryu-val azért van esély egyenlíteni. Míg hogyha mondjuk Ryu kikap az első meccsen Snell ellen, akkor onnan már azért necces a tisztító. Az nehezebb egy picit, igen. Igen, de ugye Shoemaker és Ray, mondom, jól tartott a meccsben a Jace-t, de aztán utána a Ray's bullpen jobban bírta ezt az idegörlő harcot, ugye 1-0-nál. Manny Margo, ugye Ray's outfieldere ütött egy 2 pontos hazafutást a 7. alján. Ugye ez jellemző így a Ray's-re szerintem, hogy gyakorlatilag minden meccsen más az, aki a hős lesz. Ugye Manuel Margo is, hát nem arról híres, hogy olyan nagy homerun vágó, hanem inkább így a védekezés meg futásba jó. Tehát most a hazafutása 3-0-ra alakította az állást. Ugye a Jays azért még szerzett egy pontot, de már nem tudtak közelebb kerülni. És egyébként a mentést ezt Peter Fairbanks húzta be a résztől, aki 2 dobója volt a résznek a bullpenben, aki nem szerzett mentést az alapszakaszban, na, ő az egyik. Tehát ez egy tipikus rész. Így megnézték a számokat, és akkor Cash azt mondta. De egyébként Nick Anderson már előtte bevetették, úgyhogy azért is Fairbanksre jött ki a lépés, de ugye a résznél ez teljesen normális, hogy egy random pakolgatják az embereket ide-oda. Tökösség, ez tetszik bennük egyébként, meg tényleg ez is, amit mondasz, hogy minden meccsen valaki húz valami olyat, amire nem számítasz. És hogy nincs ugye Snellen kívül talán olyan igazi nagy sztárja a csapatnak, hanem mindig valaki. A csapatként elősek. Uh-huh. Így van, és ez a második meccsen nagyon jól látszott. Ugye itt Ryu kezdett a Jays-nél, és Tyler Glasnow a Tampa Bay-nél. Ryu a legrosszabb startját hozta ebben az idényben, és akkor még keveset mondtam, 1 és 2/3 inning alatt 7 run, abban mondjuk csak 3 volt kiérdemelt. Gyakorlatilag itt 2 inning alatt eldöntötte a meccset a Rays. Ugye már az elsőben megszerezték a vezetést, megint Margo volt az, aki RBI-t ütött, és egyébként egy másik hát leendő nagy sztárt, Randy Arozarena-t hozta be, ő is egy újonc a Tampa Bay-ben, de hát az ő neve is szerintem meg fogjuk jegyezni, mert minden meccsen csinál valamit. És aztán a második inningben meg Mike Zunino, a catcher, vágott egy 2 pontos hazafutást. Hát ő ritkán talál, viszont ha talál, az általában home run, úgyhogy ez tőle nem volt meglepő. Azonban itt volt lehetőség a Jace-nek egyébként lezárni az inninget, megint Margo eltütéshez, és Bo Bichetthez a shortstophoz küldött egy labdát, amit Bichett nem tudott lekezelni.
egy védekezési hibából tovább folyt a mérkőzés. Egyébként ez volt Bichette második errorja két inning alatt. És akkor ide megint visszakanyarodhatunk, hogy a fiatalok hogy dolgozzák fel a playoffot. A Bichette neki nem sikerült. Ugyanis ez az error azt jelentette, hogy Hunter Renfrow állhatott ütéshez, és a Rays rájátszás történetének első Grand Slamjét vágta ki balra. Wow. Ezzel 7-0-ra alakította az állást, és hát ezzel igazából el is dőlt a továbbjutás, mert Tyler Glasnow-sa az a fajta dobó, akiről így 6-7 futást be lehet hozni. Egyébként Danny Jensen volt az egyetlen a Jays catcherje, ugye rólunk is ütött pár homerunt, most Glasnow-ról is ütött két szóló homerunt, de amúgy Glasnow is 6 inning alatt 8 strikeoutot osztott ki, meg ezt a 2 homerunt, szóval teljesen esélytelen volt a Jays. Még egyébként az előbb említett Arozarena egy RBI duplát ütött, és akkor így alakult ki a 8-2-es végeredmény. Úgyhogy hát itt a Jays hát nem nagyon volt esélye a Tampa ellen, és hozta kötelezőt a Tampa. Nem is meglepő egyáltalán, tehát én ezt vártam, hogy sima 2-0-ra tovább mennek. Egyébként a Tampa, vagy a Toronto edzője is mondta, hogy hát igazából most így Bichette-nek is volt két errorja, meg nagyon kikaptak a második meccsen, de nekik az a lényeg, hogy tapasztalatot szereztek, szóval nem tud így senkit hibáztatni, Ryu-t sem, meg senkit. Aztán majd a Yankees ellen a hát az kemény lesz. Meglátjuk, igen. Kíváncsi leszek majd, hogy a Snell-t beküldi-e Kólánon az első meccsen majd Cash, vagy pedig ő is variál majd valamit, mert ugye a Yankees az már Gerrit Cole-t nevezte az első mérkőzésre a Rays ellen, de utána, hogy mi lesz, azt még nem jelentettük be. A Rays az pedig még továbbra is titokzatos, és nem, hogyha jól láttam, akkor még nem volt kezdődobó nekik egyik meccsre sem beírva. És nekik még ott van Charlie Morton is, aki az Astrosból lehet ismerős. Mm-hmm. És playoff tesztelt. DS nagy kedvence. Én mindenkit ugyanúgy szeretek. Igen. Ugyanúgy utálsz. Úgyhogy, hát az első két dobónkkal nem izgulok, meg a Snell, Glasnow ellen, Cole meg Tanaka nem rossz, de Morton, Hepp, kell egy jó Hepp majd, mert Morton a playoffba azért egy elég más kávéház. Hát majd meglátjuk, hogy mi lesz a Happy-je. Jó, de azért Happy is érdekes idő. Tehát azért nem olyan szörnyű, csak a csapat mögötte, aki nem segíti. Nem, meg hát veterán, szóval hiszem, hogy így szét fogja izgulni az agyát. Ő is következő szerződésért játszik, de hát azért Morton sokkal többet bizonyított. Igen, 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 nem lesz egyszerű, az biztos. Egyébként maga a széria az majd San Diego-ban lesz, a Petco Parkban. És egy pár érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy említettem Hunter Renfrow-t, aki a Grand Slam-et ütötte, meg Manuel Margot, ők a San Diego-ból, a Padres-tól kerültek a Rays-hez az idei szezon előtt, úgyhogy ők nekik ez így majdnem hazai pálya lesz. Illetve mivel ugye nálunk is van mondjuk Stanton, meg DJ LeMahieu, aki előtt a National League-be vitézkedett, így csak így megnéztem, hogy így a Petco Parkban milyen számokat hoznak. Hát LeMahieu egy ilyen, igazából nem egy ilyen nagy kiugró 286-tal ütött 3 homerunt, tehát szokásos tőle. Stanton nagyon érdekes ütéshez állása volt a San Diego stadionjában, és 8 homerunt ütött ebből 3-23-as ütő átlaggal. Hát tartsa gyerekes meg ezt a jó szokását. Igen, pedig a Petco Park ez egyébként egy ilyen dobó mekkának van nyilván tartva, vagy hát volt még egy pár évvel ezelőttig, mert most már mindenhol csak úgy zúznak homerunokat. De ugye hát sokkal nagyobb az outfielden a terület, mint a Yankee Stadiumban. Meglátjuk. Annak tartották, aztán jött Stanton. Meg Tatiszék. Tatisz. Meg ami érdekes, hogy nyugati part, még azt pontosan nem tudjuk, hogy hány órakor kezdődnek a meccsek, de ami ott este, az ugye itt a keleti parton már hajnal, szóval ott világosba kell majd kezdeni a meccseket. Hogy figyelj, melóba majd tudjuk nézni. Hát igen, igen, csak ugye hogy mennyire lesz ez fura, hogy playoff meccs, és ezzel a világosságban játszanak, mert ugye keleti parton általában este vannak a meccsek, sötétben, úgyhogy meglátjuk, ki alkalmazkodik jobban.
Érdekes lesz. Hát nekünk nem túl kellemes, tehát hogy vagy lefekszel, vagy egyáltalán nem alszol. Nem, pont az, hogy ugye úgy hozzák össze, az a lényeg, hogy úgy hozzák össze, hogy magyar idő szerint is vagy ugyanúgy hajnal egykor lesz, mint ami a keleti parton is lenne, magyar idő szerint hajnal egy, vagy pedig még korábban. Igen, és a San Diego-ban az délután, nem tudom, 4 óra, szóval igen. Nem a megszokott az idő. Igen, tehát ott a csapatnak lesz fura az, hogy ugye ugyanúgy, lehet, hogy ugyanúgy kezdenek, mint mondjuk New Yorkba kezdenének, csak ugye az időzónák miatt, meg az időeltolódás miatt mégis 3 vagy 4 órával korábban. Hát kíváncsian várjuk. Matiné meccsek lesznek a kozák. Igen. Én titkon reménykedem benne, hogyha lesz este 10-es kezdés, akkor azt mi kapjuk majd. Igen. És az azért magyar szemmel az azért nézhetőbb jóval. Hát akkor az tévés meccs, Sport TV, eddig mindig nyertünk. Hát, alap. Én egyébként 5 meccset várok, tehát szerintem végig megy a széria, és megnyerjük nagy nehezen. Én remélem, hogy megbosszuljuk ezt az alapszakaszt a résznek, és sikerül visszavágni. Én nem merték tippelni, hogy mi lesz a vége. Szerintem egy söprés ugyanúgy benne van mind a két részről egyébként, mint egy tényleg ilyen epic 3-2-es, 5. meccses párbaj. Szóval szerintem igen? Szoros lesz, bocsi. Csak... Én ritkán beszélek, de itt vagyok. De szerintem szoros lesz. Itt a dobópárbaj szerintem nagyon ki fog jönni, és nem hiszem azt, hogy sok pont lenne. A végén, amikor már a harmadik dobók dobnak, akkor talán onnantól. De az első 1-2 meccsen szerintem biztos, hogy szoros lesz, és ezt most lekopogom, és remélem a javunkra. És a lebonyolítás az most hogy lesz, hogy nem lesz ünnap az 5 meccs között? Tehát, hogyha 5 meccsig megy, akkor azt 5 nap alatt? Igen, és ezért kérdés, mert ugye hétfőn mondjuk dob Cole, elmegyünk 5 meccsig, akkor 3 napi pihenő után kell pénteken hajítani. Még a Tampánál is, tehát ez mindkét igen. csapatot érinti, csak akkor innentől kezdve gyakorlatilag a World Series-ig akkor ilyen, jó, hát ugye a Division Series meg a Championship Series között van pihenő, de minden Series-ben gyakorlatilag ilyen short rest-en kell dobni. Uh-huh. A playoff-ban megszokott, de azért ez így eléggé. De hát ez még úgyis, még ahhoz képest is erőltetett menet lesz. Igen. Hát, itt már a jegelés szerintem látványos lesz. Mármint, hogy így, amikor meccs közben a Tanaka jut eszembe mindig, amikor így brutálisan bejegelték, meg betekerték a kezét, és így megijedtek az emberek, hogy basszus, megsérült, nem áll. De nem, csak jegelték. És a bullpen használat is kérdéses lesz, mondjuk, hogyha szoros meccsek lesznek tényleg, ahogy mondod, Mike, akkor ugye nem teheti meg senki, hogy akár Nick Andersont, vagy Chapmant ne dobasd 2, vagy akár 3 nap is egymás után. De mi van, ha az 5. meccs is szoros, és már egyszerűen nem tudod dobatni, mert szétesik az ember, akkor mit csinálsz? Ez most nagyon-nagyon kemény lesz. Igen. És ugye Boone-nak van egy olyan szabálya, hogy zsinórban 3 napon keresztül nem dobat egy cseredobót sem. Tehát, hogyha valaki kétszer egymás után pályára lép 2 meccsen, akkor a harmadik meccsen már biztos, hogy nem fogja beállítani. Hát ezt is kíváncsi leszek, hogy megfogja, igen, hogy meg tudja oldani majd, vagy hogy lesz. Hát minden esetre reméljük a legjobbakat. Hogy ez nagy széria lesz. Az biztos. És akkor kicsit beszélnék a másik szériáról is. Uh-huh. Jött Houston Astros és Oakland Athletics csoportrangadó lesz majd. De az Astros a Minnesota Twins-t verte 2-0-ra, hát itt egy Twins... Hallgattunk tőlük is, fölöslegesen. Igen, de hát hiába játszottak otthon, meg nagyon jó otthoni mutató. Hát a 2 meccsen összesen 2 pontot hoztak be, mind a 2 Nelson Cruz duplájának köszönhető. És ez a 2 vereség azt jelenti, hogy a Twins már zsinórban 18 rájátszás vereséget szenvedett el. Utoljára 2004. októberében tudtak nyerni ellenünk az akkori Division Series első meccsén, de azóta csak zakók. Tehát ez nem csak az MLB történetében, hanem az összes major sport történetében a leghosszabb. És egyébként a Twins edzője nyilatkozott az első meccs előtt, kérdezték, hogy ez így mennyire zavarja a játékosokat, hát mondta, hogy sokan itt se játszanak, mint 1-2 éve, meg pár éve, szóval így tudomást se vesznek róla, de amúgy ilyen telebázis szitukat rontottak el, meg a második meccsen
nyolcadik inning kettő outnál pikoffolták Buxtont, szóval ilyen mentális hibákat követtek el, hogy egyszerűen biztos, hogy a fejekben van. Például az első meccsen, a 9. inningben lezáradták volna egy dupla játékkal a meccset, de ott is védekezési hiba volt, és akkor onnan szerzett még 3 pontot az Astros. Ja, igen, igen, ott a kettes bázis mellé dobta a shortstep a labdát, azt hiszem, ugye, és akkor a védőnek le kellett jönni a bázisról, hogy egyáltalán ne pattanjon el a fenébe a labda. Igen, igen, és utána tele lettek a bázisok, Altuve sétált, és aztán Michael Brantley még behozott 2 pontot. Úgyhogy a Twins, hát az ütősor az teljesen kakuk, azért említsük meg, hogy volt egy újoncuk, aki a rájátszásban debütált, Alex Kirillov, egész jó meccset is hozott, mert volt bázisütése is, meg egy nagy védekezése. De hát Cruzon kívül így senki nem nagyon tudott felnőni a feladathoz, míg az Astrosnál meg egy csomó dobó nagyon kitett magáért. Az első meccsen Greinke kezdett, egy egész jó startot hozott, és aztán becserélték Framber Valdezt, aki 5 inninget hozott le engedett pont nélkül, úgyhogy ő volt a hős. És a második meccsen meg ugye Urquidy kezdett, és Christian Javier váltotta, ő meg 3 inninget hozott le pont nélkül, úgyhogy itt a Ferlander hiányát így több dobó is így pótolja, és Lance McCullers pedig nem is dobott ebben a szériában. Úgyhogy hát meglátjuk, én továbbra is azért gyengébbnek tartom ezt a dobó szekciót az Astrosnál, de most megmutatták a Twins ellen, akik egyébként ugye remek line-uppal rendelkeznek, hogy nem kell őket félteni. Ami még egyébként nagyon szimpatikus volt idézőjelben, hogy mivel tovább jutottak, ugye Carlos Correa egyből elkezdte jártatni a száját, hogy na most mit mondanak az emberek, meg hogy hol a tisztelet feléjük, úgyhogy ők nagyon nem akarják megérteni. A micsoda, és minek? Igen, én ezt nem akarják megérteni. Inkább. Ne, annyira akarom hallani a kifakadásodat. Ne, most érted, ez a senkiházi arra veri a nyálát, hogy a negatív mérleggel bejutottak a rájátszásba kilógó seggel, és aztán a örök lúzer Twinst megverték 2 meccsen. Hát erre aztán tényleg büszke lehet, és tényleg jár nekik a tisztelet. Pláne a tavaly majd történtek után. Holnap reggel, amikor megyek ki a ház elé, majd megcsapkodom a kukát a tiszteletükre. Pláne egyébként tényleg abban a szezonban, amikor tényleg aztán kucsba kéne lenni. Így van. Hát de az ellenfelük az Athletics lesz, akikkel amúgy balhéztak az alapszakasz során, ugye az egyik edzőjük szólt be valamit Ramon Laureanónak, ott volt egy kis ilyen összenézés, meg egy kis majdnem bunyó, úgyhogy az jó kis parázs kis Division Series várható. Itt az Athleticsnek volt a legnehezebb dolga a White Sox ellen. Az első meccsen ki is kaptak, ott Lucas Giolito fantasztikus startot hozott, 7 inning alatt azt hiszem 8 strikeoutot osztott ki, és közben az ütősor megütött pár homerunt, Adam Engel is, meg Jose Abreu is, Yasmani Grandal is ütött homerunt, úgyhogy az első meccset ott a White Sox behúzta 4-1-re. Giolitónak ráadásul valameddig perfect game is volt ez, ugye? Tehát nem is hoztak róla semmit, talán a 6-ig, nem? Azt hiszem, hogy a 6-ig, igen. Igen, igen. Aztán végül 2 bázisütése, meg egy sétával zárt, de nagyon jó startot hozott. És ugye a line-up meghozta, amit szoktak. Ugye megnyerték az első meccset. Aztán az Athletics a második meccsen dobta be a legjobb dobóját, Chris Bassettet, kicsit ilyen Blue Jays-féle taktikával. Bassett lett szeptember hónap dobója az American League-ben, és hát most is Keuchel ellen behúzta a győzelmet. Keuchel nagyon rosszul kezdte a startját, az első 2 inningben már 4 pontot hoztak róla, de aztán így visszacsordogált a meccsbe a White Sox, például a biztos kezű closer Liam Hendricks is egy 6 outos mentési szituációra hozták be, de aztán 3 runt sikerült róla a White Sox-nak hoznia. És telebázissal álltak a 9. alján, de aztán Jake Dickman behúzta a mentést. Úgyhogy mindent eldöntő 3. meccsre került sor, ami meg egy ilyen egészen ilyen adok-kapokra sikeredett.
amikor kijelölték a kezdődobókat az edzők, akkor így lehetett volna mondani, hogy a fiatalság a rutin ellen, mert a White Sox-nál az újonc Dane Dunning kezdett, az Athletics-nél pedig Mike Fears, de Dunning mindössze 2 kiejtésig jutott el, és lecserélte a White Sox edzője Renteria, amit hát egy balos ütő érkezett, és egy balos cseredobót küldött be, de hát kettő kiejtésig volt ott a kezdődobót, hát persze mindent eldöntő meccs, mert ha kikapnak, nincs tovább, de hát egy igen hosszú bullpen meccsre rendezkedett be a White Sox, de egyébként Fires sem tudta sokkal tovább húzni, mert ő meg 1,2 inninget dobott le. És hát végül 6-4-re nyert az Athletics, de úgy, hogy a White Sox már vezetett 3-0-ra is. Például Luis Robert ütött egy 487 láb hosszú hazafutást, egy igazi mamutot. Mennyit? 487. Ugye hát nem tudom, hogy az ott a Coliseumban az is Bleachernek számít, de mint a Yankee Stadiumban a baloldali Bleacher mögé küldené valaki. De aztán az A's is, az Athletics visszajött a meccsbe, mert az ő újuncuk, a elkapó Sean Murphy is vágott egy 2 pontos hazafutást. És hát itt is a White Sox-nak a dobóinál megremegtek a kezek, mert csak a negyedik inningben 5 sétát osztottak ki. És így fordította az Athletics. Aztán még tudott egyenlíteni a White Sox, de végül 6-4-re nyertek, mert Chad Pinder ütött egy 2 pontos RBI szimplát. Itt kicsit így a Rays-hez hasonlítanám az Athletics-et, hogy ez egy Chad Pinder sem egy ilyen mindenki által ismert név, de ő volt a hős ezen a meccsen. És aztán végül egyébként Hendrix itt behúzta a mentést, aki az előző nap 49 dobást teresztett el a második meccsen, most bedobták a 9. inningre, és aztán még 20-at kellett dobnia, hogy meglegyen a mentés, szóval ez például egy jó példa a jövőre nézve, a Division Series-re, hogy itt például szemrebben és nélkül bedobták 49 dobás után is a closert, hogy kell lesz. Úgyhogy Los Angelesben Astros Athletics lesz a Division Series. Ti mire számítotok? Reménykedem az Athleticsben, de Astros továbbjutásra számítok. Amilyen kis aj, az szerencsés. Nem folytatom. Duty Astros. Tehát nagyon az Athleticset szeretném, szerintem. Ismerve ezt az Astrost. Ők fognak tovább menni. Én egyedül azért drukkolok az Astros továbbjutásának, hogy aztán az ALCS-ben szétverjük őket. Számomra az lenne az ilyen álomforgatókönyv, hogy most a Tampát kiütjük az ALDS-ben, és aztán az Astros pedig az ALCS-ben, és úgy menetelünk be a döntőbe. Az szép lenne, gyönyörű. Ennek ellenére én opponálnék, és szerintem az Oaklandbe fogja húzni egyébként ezt a párharcot, és ők mennek tovább, de én meg azt remélem, hogy az Astros valahogy hogy túléli, és utána velünk találkoznak szemben az ALCS-ben, és végre talán tudunk törleszteni az elmúlt évekért. Ezt aláírnám. Na és mi a helyzet a National League-ben, a kedvenc része számomra az egész? National League az mindig tartogat érdekességeket. Kezdjük is a Cincinnati Reds Atlanta Braves, hát instant klasszikussá vált első meccse. 1-0-ra nyert a Braves 13 inningbe. Én ezt a meccset élőben követtem végig, 12 inningig, aztán dolgom volt. 0-0 volt 12 inning után is a meccs, ami természetesen rekord. És a végén Freddie Freeman ütött egy walk-off szimplát. De hogy ezt hogy nyerte meg a Braves, azt én sose fogom megérteni, mert a Reds annyi helyzetet puskázott el, hogy az valami elképesztő. De egyébként utána néztem a Redsnek így a globál a line-upjának, az ütő átlaga 2-12 volt, tehát nem egy nagy ütők, viszont a pontjaik 61%-át azt home run-ból szerzik. Na, itt nem sikerült home run-t ütni, úgyhogy ezért kikaptak 1-0-ra. De hát ugye Trevor Bauer egy fantasztikus tartott produkált, ugye róla beszéltünk a múlt héten, hogy szabadügynök lesz.
Hát majdnem 8 inning alatt 12 strikeout. Igazából talán csak egyszer forgott veszélyben az, hogy szerez valami pontot a Braves egy inningben, de abból is kijött. Úgyhogy majdnem 8 inningen keresztül ez a teljesen dominálta a meccset. Az egyetlen hiba, hogy a Bravesnél kezdő Fried is 7 inning alatt 0 pontot engedett. De hát most csak így ilyen kiragadtam pár dolgot, hogy a Redsnek mennyi pontszerzési lehetőség lett volna. Rögtön kezdésnél 0 outnál 2 emberük volt bázison. Nem sikerült senkit behozni. Azt a hetedikben Aquinot úgy ejtették ki a hazai bázison, hogy az egyesről elindult a shortstopjuk lopni kettesre. Ugye elkezdték ott a rounddown-t, hogy kiejtik. Aquino meg azt hitte, hogy majd őt figyelmen kívül hagyják, de hát Freeman egy zseniális játékos, úgyhogy ő egyből fordult is a hazai bázis felé, és hát Aquinot kidobták ott. Úgyhogy itt is egy óriási kecsegtető helyzetet rontottak el. A 11. inningben, meg a 12. is telerakták a bázisokat a redzütői, de egyszerűen nem tudták átpasszírozni azt az egy ránt. És végül hát az ő bullpenjük volt az, aki egy pontot beengedett. És hát ezzel az volt a probléma, hogy hát bár a Redsnek a dobói jók, mert a második meccsen kezdő Luis Castillo is nagyon jó startot hozott, csak ha még emlékeztek az ellenünk debütáló Ian Andersonra a Bravesnél, hát ő még jobb startot hozott, úgyhogy 5-0-ra nyert a Braves. És ez a 22. inning, ami hát azt mondanom se kell, hogy a Reds az első csapat, aki úgy esik ki egy több meccses rájátszás párharcból, hogy nem szerez pontot. De ráadásul a 22. inning, amin keresztül pontképtelnek voltak, az megint rekord. És eddig a New York Giants tartotta 20 rekordra, még 1920-valahanyas évekből, akik egyébként utána World Series bajnokok lettek. Úgyhogy hát a Reds az így esett ki szerzett pont nélkül, pedig hát olyan nevek vannak a line-upban, mint Joey Votto, Nick Castellanos, Mike Moustakas, Eugenio Suárez, mind nagy home run vágó ember, de egyszerűen nem tudtak egy pontot se szerezni. Úgyhogy hát itt lehet egyébként, nekem a Reds egyébként nagyon szimpatikus, meg én így bíztam benne, hogy meglepik a Braves-t, de lehet mondani, hogy a 16 csapatos playoffnak mennyi értelme van, mert hát azért ez nagyon gáz. Hát igen. Igen, hát akkor ugye van még egy Marlins Chicago Cubs, ahol az első meccsen a Marlins meglepte a Cubs-t, hogy ott Corey Dickerson ütött egy nagy 3 pontos home run-t, és a Marlins dobója Sandy Alcantara nagyon jó meccselt Kyle Hendricks-el, úgyhogy itt talán ez az eddigi legnagyobb meglepetés, hogy a Marlins 5-1-re megverte a Cubs-t. Most a második meccsnek felmaradt eső miatt, és jelen pillanatban is játszanak, és a 6. tetején 0-0 az állás. Úgyhogy még itt is, hát hogyha a Miami tovább jut a Cubs ellen, az szép teljesítmény lenne. 2003 üzeni, hogy hello. Igen. Ja. Hogy is volt az, bocsi, hogy hányszor tovább jutottak a playoff-ba, annyiszor voltak World Series bajnokok? Hányszor bejutottak, annyiszor megnyerték a World Series-t. Akkor jól emlékeztem. Jó. Igen, hát konkrétan a Marlinsnak nincsen vesztett playoff párharca. Nincs. Ez kemény. És itt akkor visszakanyarodnék még a legelső témánkra, ugye a Marlins elleni utolsó meccsünk, hogy majdnem fejbe dobtuk Starling Martét. Na, hát a Cubsnak sikerült, ők kezét találták, és minden igaz eltört a kis húrja. Most ezt nem néztem meg, hogy a mai meccsen játszik-e, de ha nem játszik, akkor elég nagy érvágás lenne a Marlinsnak. De hát ez egy ilyen szezon. A Cubs line-up is nagyon csendes, se Anthony Rizzo, se Chris Bryant nem nagyon hozza önmagát. Én közben, bocsi, nézem, nincs benne a line-up. Úgyhogy egyébként van keresni olyan a Marlinsnak, mert tök jó dobóik vannak, úgyhogy meglátjuk, hogy a mai meccsen behúzzák-e, vagy harmadik meccsre kerül-e sor. Egyébként ennek a párharcnak a további utója játszik majd a Braves-szel. És a másikágon ugye Brewers, Los Angeles Dodgers volt, kétszoros meccset húzott be a Dodgers, az egyiket 4-2-re nyerték, a másikat 3-0-ra. Ez így szép teljesítmény a Brewers-től, de szerintem egy percig nem volt kérdés, hogy a Dodgers fog bejutni.
Ők is mínuszosak voltak, ha jól emlékszem. Buers is, igen. És ugye ők azok, akik nem álltak egyszer se 50%-nál jobb. Tök jó ez a 16 csapatos formáció. Igen, de mondom, szoros volt a meccs, de a Dodgers simán beúszta ezt a párharcot. A második meccsen Kershaw egy laza 13 strikeoutot osztott ki 8 inning alatt. Ja, hát most ez egy kérdés, hogy így a playoff démonoktól megszabadult-e, mert ugye neki nem nagyon megy a playoffban. De hát azért ez nem az az igazi playoff kör volt még, úgyhogy ezt meglátjuk. Hát igen, valószínűleg ez a következő körben, a DS-ben fog majd kiderülni, hogy mi a helyzet Kershaw-val. És ami még így rossz hír a többi csapat számára, hogy Mookie Betts nagyon, nagyon jól játszott. RBI duplákat ütött, úgyhogy teljesen húzó ember volt. Hát elkezdte a playoffot, ahogy szokta. Viszont az ő ellenfelük az még nem tudott, mert van egy San Diego Padres, St. Louis Cardinals párharc, ami így a baseballal ismerkedők, meg így a semleges nézők számára talán a leglátványosabb, mert püfölik egymást rendesen. Az első meccset a Cardinals nyerte 7-4-re, aztán a második meccset a San Diego 11-9-re. Ez is kicsit így a playoff tapasztalat, meg a fiatalság csatája. Bár a Padresnél ott van Erik Hosmer, aki 2015-ben bajlok volt a Royals-szal, de a Cardinalsnál nagyon jó teljesítmény nyúlt. Yadi Molina is, Paul Goldschmidt is, Matt Carpenter is, ugye mind-mind veterán, illetve nekik is van egy ígéretes fiataljuk, a Dylan Carlson. Úgyhogy ez egy nagy ütközet. Itt a második meccset emelném ki, egy kicsit hasonlóan alakult, mint a mi második meccsünk, hogy vezetett a Cardinals, aztán egyenlítettek, aztán egy közelebb jött a Padres, aztán elhúzott a Cardinals, aztán egyenlítettek, aztán vezetett a Padres, kicsit elhúztak, de közelebb jött a Cardinals, és ez volt talán egy Tatis Juniornak az ilyen nagy statement mérkőzésen, kettő homránt is vágott ezen a meccsen, valamint csapattársa Will Myers is ütött kettő homránt. Ezzel biztosították be 11-9-re a győzelmet, és eddig csak egyetlen egy ilyen páros volt a baseball történelemben, akik egy meccsen, egy playoff meccsen legalább két-két homránt tudtak ütni. Kitaláljátok-e, hogy ki volt az? Babe Ruth és Luke. Babe Ruth. Igen. Így van. Babe-ben biztos voltam, de adta magát igazából Gehrig is. Igen. Úgyhogy ennek a szériának a harmadik meccse pedig most lesz majd hajnali 1-től. Valószínűleg ugyanez az adok-kapok lehet. Azt tudom, hogy a Cardinals-nál Jack Flaherty kezd. A San Diego pedig egyébként bullpen meccset fog tartani, mert azt elfelejtettem mondani az elején, hogy a Padres úgy vág neki ennek a szériának, hogy a két legjobb dobója, Mike Clevinger és Dinelson Lamet sérült. Úgyhogy nekik ez nagy mínusz. Ők lettek volna szerintem az első két meccsen a kezdődobók. Na, az képest akkor nagyon tisztesen helyt állnak. Igen. Hát valami megy az adok-kapok. Igen, ez a üssünk többet, mint a másik csapat. Igen. Hát így egyik bullpen se tudja lezárni nagyon a meccset, mert ugye Clevingert is most hozták a nyáron, meg egyébként a második meccsen a mentést behúzó Rosenthalt is. De Rosenthal például a 9. feladott egy home run Goldschmidtnek, szóval ilyen villeg mindenki. Még sem ért aranyat. Igen, és egyébként egy kicsit így ez a fiatalság talán így a Padreson látszik, mert így követnek el hibákat, és például nem is tudom melyik meccsen, talán az elsőn volt, hogy Sackflyból dupla játék csinált a Cardinals. Egyébként az is így Goldschmidtnek a zsenie, hogy ütöttek egy Sackflyt jobbra, ugye jött a dobás be a hazai bázisra, de simán beért a futó, de Goldschmidt volt ugye a cut-off man, elkapta a labdát, és dobta hármasra, és hát kidobták a futót. Hát, és ez nem csak a fiatalság, mert bárki elkövetett ilyen hibát, de akár ennek a számlájára is lehet írni. Egyébként az újonc Jake Cronenworth-t dobta ki. De érdekes ez a széria egyébként, tehát meglátjuk, hogy ki lesz a jobb. Az mehet a Dodgers ellen. Hát az elég hálátlan feladat. Sok sikert.
Én egy kicsit ez a helyzetem benne, hogy a San Diego behúzza, elég szimpatikus, amit csináltak idén, ez a mindent vagy semmit hozzáállás, meg ez a baseball íratlan szabályének a megsértése, meg egyebek, ugye. Igen. Nekem pont ez a csibészség az, ami tetszik bennük. Igen. Én egyébként bírom Yadi Molinát is, meg Goldschmidtet is nagyon szeretem, de egy ilyen Dodgers Cardinals kicsit ilyen poros szériának. Nem akarok senkit megbántani, de nem, egy kicsit ilyen poros szériának tűnik. Hát igen, hogy ők mindig ott vannak. Igen, a Padres meg hozza a frissességet. Na igen. A másik meg legyen egy Braves Marlins, azt mondod. Most a Cubsban benne van, hogy behúznak kétszoros meccset, mert mégis csak a tapasztalat, de hát nem tudnak pontot szerezni egyelőre. Igen, itt van előttem is egyébként, 6. inning. 0-0, ja. Az első meccsen meg egy pontot szereztek, úgyhogy még a Marlinsnek is megvan az esélye. És egy out rögtön, Chris Bryant egyébként. No, hát akkor ennyit egyelőre a wildcard párharcokról. Én itt olyan jó el vagyok, ti meséltek, meg így fél álomban vagyok már. Ezt a fél négyes keléssel egy ilyen tiét még bejátszunk péntek este, azért ez így kemény. Az érdekességeket kell. Akkor át is ugorjuk kell. Most. Mert... Igen, pont azért, mert ugye a műsorunknak egyik fő szegmense az érdekességek, statisztikák, tények, azonban egyik szerkesztőtársunk, Ádám, volt annyira buzgó, hogy mind a két Clevelandi meccsről összeszedett a New York Yankees Hungary Facebook oldalára érdekességeket. De, hogy is? Nem. Max a tiédet. Ez már ég, ja, semmi. Szóval mind a két mérkőzésről összeszedett érdekességeket, ezekre most nem is térnénk ki külön, hogyha érdekel titeket, akkor olvassátok el, egy kicsit kell visszatekerni, mind a két mérkőzésről vannak nagyon jó kis statisztikák, meg nagyon jó kis érdekes tények, amiket összehozott ott nekünk, vagy összeszedett ott nekünk Ádám. Viszont amire kitérünk, szokásos módon az nem más, mint az évfordulók, és hát azt már beharangoztuk ugye legutóbb is, hogy ahogy közeledik az évvége, a Yankeesnek egyre több releváns évfordulója lesz így a szezonok végén, illetve a rájátszásban World Series-ben, tekintve, hogy milyen fantasztikusan gazdag a csapatnak a története. Egy óra. Irodalom óra, mint mesélés, egy óra történelem. Történelem, igen. Csapjunk is bele akkor. Ugye szeptember 28-a, 27-ével zártuk múlt héten. Szeptember 28-a az első dátumunk, és itt kapásból lesz 6 évfordulónk már ezen a napon, tehát nem aprózzuk el, azt kell, hogy mondjam. Elsőként 1923, klasszikus évünk volt, ugye, és egy hatalmas győzelem volt szeptember 28-án 1923-ban, a New York Yankees 24-4-re verte rommá a Boston Red Sox-ot. És ami lényeges ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, eltekintve attól, ugye, hogy 24-4-re megvertük a Red Sox-ot, tehát ne haragudj, mennyire vertük a Red Sox-ot? 24-4-re vertük. 24-4, jól hallom. Igen, a Boston Red Sox-ot vertük 24-4-re. Tehát emellett... Ezt most még egyszer lassan. Kezdem előről. 1923. szeptember 28-án a New York Yankees 24-4-re megverte a Boston Red Sox csapatát. Itt a vége a podcastnek. Köszönjük szépen. Sziasztok. Jó éjszakát, le is zárhatjuk. És ami miatt még lényeges ez a mérkőzés, a nagy különbség, nagy pont különbség mellett, hogy 30 találatot ért el a Yankees ezen a meccsen. És még ennyit? 30-at. És ezzel beállítottuk az American League rekordot egy meccsen elért találatok számában. Wow. Maradunk a Red Sox elleni meccseknél 1930-ból. Babe Ruth 9 év után először lépett dobódombra Fenway Parkban, és mondanám, hogy régi sikerei színhelyén, de a sikereket elhagyom. És, régi dobó sikerei színhelyén. Így van. Igen, régi igen. Rossz emlékek. És complete game-et dobott, tehát végig dobta az egész meccset, és 9-3-ra nyertünk. Yeah. De a követ...
Bocsánat, csak hogy mekkora töke volt már az embernek. Jó, biztos gondolom, hogy valamilyen, tehát nem volt jelentősége már annak a meccsnek valószínűleg, tehát úgy álltak a csapatok, hogy nem tét meccs volt, de azért mekkora tök kell már ahhoz, hogy 9 éve nem álltál dobódobra, és akkor a tényleg ahonnan elcseréltek annó, ugyanannak a csapatnak az otthonába visszamész, aki azóta már tényleg rivalizálásban van a jelenlegi csapatoddal, és ilyen közutálat tárgya vagy konkrétan egész New Englandben, és akkor visszamész oda, fölállsz a dombra, és dobsz egy complete game győzelmet. Sziasztok! Sziasztok, mi újság? Ja, nem. Lelátóról biztos sokat emlegették Ruth mamát. Ezért jött-e ide? Hát a következő dátumunk az úgy szintén ugye 28-a 1947, és ezt inkább hozzátok állhat közelebb, mert All-Timers Day-ről van szó. A Yankees megrendezi... Shots fired. A Yankees megrendezi az első All-Timers Day-t a liga történetében. Igen, és ez azóta is tradíció a csapatnál, ugye? És egy nagyon-nagyon szép tradíció egyébként. Csak most már nem így évvégén szokták megrendezni, ugye, hanem nyáron. Maradunk szeptember 28-ánál, viszont ugrunk előre 8 évet. 1955, Yankee Stadium, World Series, a Dodgers ellen, Brooklyn Dodgers ellen, és Alston Howard a Yankeesből karrierje első World Series ütéshez állásából kivágta a labdát. Egy home run szerzett Don Newcombról, a Dodgers dobójáról, és ez azért érdekes tény, azért történelmi tény igazából, mert a liga történetében ez volt az első olyan alkalom, hogy World Series-ben egy fekete dobóról fekete ütőjátékos ütött hazafutást. Yeah. Akkor ugrunk 50 évet. Egy laza 50 évet. Nem történt semmi 50 évig. Szeptember 28-án. Mike-ot felvesztett. Bocsánat, egy kicsit ez most kiverte a biztosítékot így estére. Igen, de jó értelemben figyelek, bocsánat. Semmi probléma, 2005-ben. Lételem, hogy a szórakoztatás. Igen. Bocsánat, igen. Tehát Alex Rodriguez a 2005-ös szezonban 47. hazafutását ütötte meg az Orioles ellen. És ezzel beírta magát a történelemkönyvbe, mert a Yankees történetében még jobbkezes ütő nem ütött sose ennyi hazafutást egy szezonban. Az előző rekordot Joe DiMaggio tartotta, még 1937-ből. Ugrunk megint egy kicsit, de most csak 3 évet. Mike Mussina, 39 évesen, 2008. szeptember 28-án a legidősebb dobó lett a liga történetében, aki karrierje során először ért el 20 győzelmet egy szezonban. Muss vezetésével a Yankees a Red Sox-ot verte. 6-2-re. Nem egy 24. Az nagyon nagy, nagyon nagy elégtétel volt Mussinának, azt imádtam azt a szezont. Igen. Tényleg, hogy végre sikerült elérni a 20 győzelmet karriere során először. És akkor jöjjön szeptember 29-e, és az első évfordulónk, szeptember 29-ről 1934-be ugrunk vissza. Babe Ruth megütötte Yankees mezben az utolsó home run-ját. Tehát a Yankees után ő még játszott ugye a Boston Braves-ben, ugye? Az még Boston Braves volt, azt hiszem. Boston Braves volt, igen. Igen, a Boston Braves-ben, és ott is ütött még egy pár homert, de az utolsó Yankee home run-ját ezen a napon ütötte meg. Ez volt a 659. hazafutása a Yankees mezben. Embertelen a Yankees csapatában. Következő évfordulónk is egy nagy home run vágóhoz, egy nagy ütőhöz kapcsolódik, 1987-ből Don Mattingly ezen a napon ütötte meg abban a szezonban a 6. Grand Slamjét, amivel rekordot, ez volt a rekordot jelentő Grand Slam, előtte Ernie Banks ütött 5-öt, ez egészen 2006-ig állt ez a rekord, akkor Travis Hefner ért el még szintén 6 Grand Slamet.
lépünk egy napot előre, szeptember 30-a, és hát ki ha más nem, újra Babe Ruth 1927-ben, megüti 60. homériát a szezonban, ami új rekord, és 1961-ig maradt is az, tehát egy bő 34 éves rekordot sikerült felállítani 1927. szeptember 30-án. Igen, azért ez, hogy ezt a 60 home run-t is azért ízlelgessük, hogy ez mekkora dolog lehetett akkor 1927-ben, és főleg igen, úgy, hogy utána senki. Tehát se előtte, se utána senki egészen 1961-ig, ugye Roger Maris-ig. Zseniális. Tehát tényleg, is... Babe Ruth-ra tényleg nem tudsz mit mondani, mert nem ember, és jó értelemben nem ember. Tehát, hogy... neki fogunk egy külön podcast adást szentelni, az egészen biztos. Tehát az... nem biztos, hogy elég egy rész. Sőt, biztos vagyok benne, hogy egy részben nem fér bele minden. Majd csak, csak szemezgetünk. Vagy egy hetet, vagy két hetet neki szánunk. Tényleg róla. Szerintem egy hónapot át tudnánk beszélni podcastban számolva. Szeptember 30-a 1984, ismét Don Mattingly került terítékre. Ebben az évben megnyerte az American League Batting Title-t, ugye, amit most DJ LeMahieu is megtett. Don Mattingly 343-as ütőátlaggal húzta be végül az ütőbajnoki címet, vagy ütő, ő lett a legpontosabb ütő, ugye ezzel a számmal. És az az érdekesség, hogy nem ő volt az egyetlen a Yankeesből, aki nagyon-nagyon nagy szezont futott akkor, hanem Dave Winfield is szintén, akivel fej-fej mellette, ezt úgy értsd, hogy ilyen egy százados különbség volt talán az utolsó meccs előtt kettőjük között. Végig fej-fej mellett voltak egy óriási csatában, és az utolsó mérkőzés a szezonban az Mattingly-nek jól jött ki, Winfield-nek kevésbé jól, és ezért lett Don Mattingly a betting champion az American League-ben abban az évben. És ráfordítjuk a naptárt októberre. 1932. október 1-én debütált profiként Joe DiMaggio, az alsóbligás San Francisco Seals csapatában, és érdekesség, hogy ott még shortstopot játszott, nem is outfielden. És hát az első szezonja ugye újonc volt, de a második szezonja annyira jól sikerült, hogy ezután lecsapott rá a Yankees. A többit pedig majd elmondjuk a Joe DiMaggio-ról szóló podcastben. Aztán, hát a szezon az ugyanaz, és a kedvenc történetem Babe Ruth-ról következik. Zseniális momentum. Babe Ruth called shot. A Cubs elleni World Series harmadik meccsén Babe kimutatott a nézőtérre, hogy oda fogja kivágni a következő dobást, és hát mit adj Isten, ugyanoda, kiment az a labda. Sokáig ment a latolgatás egyébként, hogy valóban történt-e, hogy ez így történt-e valóban, vagy csak legenda, de épp nem régiben került ki egy eddig sohasem hallott rádióinterjú Lou Gehriggel 1932-ből a döntő utánról, amiben az Iron Horse is megerősítette, hogy Babe tudatosan mutatott oda ki, ahova másodpercekkel később aztán kivágta a labdát. Igen, ez fantasztikus, ez a sztori egyébként, imádom, nekem is az egyik kedvencem. És külön érdekesség, ezt most láttam csak, hogy most találtam meg itt a jegyzetek között, B jegyzeteinél, hogy ez a meccs volt az egyébként, amikor Ruth és Gehrig is két-két home run-t ütöttek a playoffban, ugye a World Series-ben, és ez az, amit most a Will Myers Tatis Jr. duo szintén megcsinált, hogy a playoffban ketten ütöttek két-két home run-t. Tehát az ráadásul ez a meccs volt. Tatis azért még nem annyira laza, hogy kimutassa. De várom azt a pillanatot, egyébként én belőle kinézem. De tényleg ez, ha van Babe Ruth story, ami a top egy, akkor az ez nekem. Nekem az a kedvenc sztorim róla, ez most csak így gyorsan, ilyen melléktörténetként, hogy anno az ilyen 20-as évek vége felé, amikor ugye jártak a csapatok szintén ilyen több meccses párharcokat játszani, hogy Babe Ruth-nak akkora legendája volt már akkor is, hogy amikor Saint Louisba ment a csapat játszani, akkor Babe konkrétan nem a Yankees-zel egy szállodában szállt meg arra a 3-4 napra, hanem egy bordélyházban konkrétan.
Tehát oda bekuckózott arra a három napra, és meccs előtt, meccs után végig ott töltötte az idejét. Hát nyilván a csapattársakkal is, nagy részükkel, kivéve talán Gary-et, aki ugye egy ilyen mintagyerek volt, de ő tényleg, tehát ő állítólag napokon keresztül ott, és ki sem mozdult onnan, csak amikor a meccsre kellett menni. És fényezte az ütőt. Igen, fényeztette. Igen. És maradunk is Babe Ruth-nál. 1933-ban szintén kiállt dobni a dobódombra, ez volt az előbb említett, ugye, 1930-as dobása után, vagy kezdése után, dobóként kezdése után a következő, tehát itt volt három év ismét, ami eltelt két dobódombra állása között, vagy két startja között, és ismét a Boston Red Sox volt az ellen. Ezúttal nem a Fenway Parkban, hanem a Yankee Stadionban, és szintén egy totálisan tét nélküli mérkőzésen a szezon végén Babe kiállt a dobódombra, és ütött róla 5 pontot a Red Sox, ez tény és való, de hát ekkor már bőven nem a dobás volt a fő profilja neki, ugye. Ellenben a Yankees megnyerte a meccset, és a Babe kapta a dupla V-t a neve mellé, meg ugyanis 6-5 lett a végeredmény, tehát hiába az 5 feladott pont, mégis B nevetett a végén, illetve a Yankees. Hát egyet többet kell ütni. Ennyi. Akkor még egy óriási sztori, 49. október 1-jéről. A Yankees akkor tartotta Joe DiMaggio napot, Joe DiMaggio-t ünnepelték, és elhalmozták különböző ajándékokkal. Nem akármilyen ajándékokat kapott, két autót, egy hajót, illetve 300 doboz jégkrémet, és egy kokker spániát. Nem értem, hogy az autót meg a hajót azt miért. A másik kettőt értem. A doboz jégkrém és egy kokker spániát. El fogtok megint veszíteni engem most. Kár, hogy nincs felvétel arról a brainstormingról, hogy mit adjunk Joe-nak ajándékot. Autó, hajó, persze, ez egyértelmű. Igen, van egy spániel, nem odaadom. Igen, egy kokker spániel, és így mondja a főnök, hogy de egész jó ötlet. 300 doboz ékrém, tudod, éppen elfogyna, vagy éppen megromlana, gyors odaadjuk. Igen. Leesett. Van egy cukrász ismerősöm, meg leesett egy fagyizmény. Jaj, a magyar módi. A következő dátunk 12 évvel későbbről, 1961. október 1-e, és nagyon szeretem azt, hogy ez hozzám került, ugyanis szorosan kapcsolódik az 1927. szeptember 30-án történtekkel, amit ugye én mondtam, nem is olyan rég. Roger Maris megüti 61. hazafutását a szezonban, amivel megdönti Babe rekordját. Egyet ráadott az 27-ben ütött 60 homránjára. És ez is nagyon sokáig fennmaradt, ugye egészen a Mark Maguire Sammy Sosa féle hatalmas homerun párharc 1998-ban egészen odáig állt ez a rekord, illetve hát ugye nagyon sokan úgy vannak vele, köztük én is, hogy ez továbbra is a rekord, nem pedig a szétszteroidozott. Barry Bonds-ot nem veszett tudomásul? Szétszteroidozott, akkor nem, értem. Nem tudom ki az. Hát kérlek, innen 98-ban ami ott történt, az... Bonds-ra én azért haragszom egyébként nagyon, mert ő szteroidok nélkül is egy akkora kiváló tehetség volt, és egy akkora ikonja lehetett volna a Pittsburghnek, illetve utána a San Franciscónak, hogy tényleg semmi szüksége nem volt, nem lett volna arra, hogy ennyire búsztolja a saját tehetségét különböző szerekkel. Tehát nekem ő azért egy kicsit ilyen kritikus pont. De nem, tehát én továbbra is tartom, hogy a 61 az számomra az igazi rekord. 61 egyébként 61-ben, bocs, igen. Csak ezt így érdekességként
Igen, és talán pont akkor volt Maris apukája 61 éves, de erre most nem esküszöm meg, ezt majd utána nézek, de mint hogyha még lett volna egy ilyen is benne. Maradunk továbbra is október 1-én, 1995. Ekkor debütált ugyanis, az újonnan bevezetett, most már azért eléggé bejáratott és kicsipkézett wildcard formátum az MLB-ben, és hát ki más lett volna ugye a debütáló évben az első wildcard csapat az American League-ben a baseball történetében, mint a New York Yankees, és sikerült behúznunk a wildcard helyet. Sajnos a párharcot nem tudtuk megnyerni, egy nagyon-nagyon durva és nagyon-nagyon epikus küzdelemben a Seattle Mariners ellen alul maradtunk 3-2-re, de az egy nagyon-nagyon jó előjele volt annak, ami aztán jött később. Ez egyébként a fiatal érodos, Ken Griffey Jr.-os Mariners volt? A-Rod akkor már volt, arra nem esküszöm meg. Kell néznem. De szerintem, mintha már lett volna. Elképzelhető. De igen, Griffey egészen biztosan, hogy ő volt, aki a győztes pontot megszerezte haza sprinttel. Igen, 94-ben debütált szerintem A-Rod. Ja, könnyen lehet. Igen, volt már Alex Rodriguez, Tino Martinez ugye utána következő évben már a Yankees-zel bajnok lett, meg hát ő is ugye a dinasztiának volt, a Yankees dinasztiának volt az egyik alapköve. Igen, mert ugye mióta szakkommentátorkodik A-Rod, akkor itt szokott sztorizgatni, és azért elég jó sztorikat mesél többek között a Mariners-es időszakról is. Igen, hát azért nagyon-nagyon brutális Mariners volt, ugye Jay Buhnerrel, meg hát A-Roddal, Ken Griffey Jr.-ral, Edgar Martinezzel, ugye Randy Johnson a dobó egységben, aki mellett nem lehet elmenni. Az egy nagyon-nagyon kemény Mariners volt, és valahol fura is, hogy nem sikerült odaérniük egyáltalán. Volt egy még jobb New York Yankees a 90-es évek második felébe, és kanyarodjunk is vissza a csapathoz, és október 1-jéhez. 2015-ben ezen a napon szerezte meg a Yankees a csapat történetének 10.000. alapszakasz győzelmét, a Red Sox-ot vertük 4-1-re. És ráadásul ez azt is jelentette, hogy 2012 után először jutunk újra vissza a rájátszásba. Nice. És hát jön október 2-a, de még miatt oda télünk, én visszakanyarodnék Marisre, gyors megnéztem ezt az apukája születésnapját, 50 éves volt akkor egyébként. 50 volt, akkor ha rosszul emlékeztem, kevertem valamivel. Fú, közben én itt elvesztem egyébként nagyon a Yankee legendákból, mindegy, ez biztos lesz még erről is adás. Egyébként, hogy szegények milyen szerencsétlenek, tehát hogy ért véget az életük a legtöbbjüknek, na mindegy, ez egy szomorú téma lenne. 1936. október 2-a a következő dátum. A Yankees aratta a World Series történetének legnagyobb különbségű győzelmét 1936-ban. 18-4-re vertük a New York Giants-et a Polo Grounds-on. Úgyhogy még egy rekord a Yankees-hez kötődően. Nice. 14-es különbség, 14 pontos különbség. Igen, ez egy elég komoly erődemonstráció volt, ott úgy érzem. Ez egy ilyen, nem tudom, Brewers, mostani Brewers ellen volt, vagy összehasonlítva? Igen, és ugye az a legszebb, hogy a Giants sem egy kutyaütő csapat volt, sosem, tehát. Ott nagyon kiszakadt a zsák. Hát ott nagyon. Megmutattuk nekik. És akkor a mai utolsó évfordulónk, az pedig, hát nem más, mint szintén az egyik kedvenc Yankee sztorim. 1978-ba repülünk vissza, október 2-a, és én csak három szót mondanék. Bucky fucking Dent. 1978-as szezon egy eléggé, hát nem túl jól indult, és akkor még enyhén fogalmaztam. Boston Red Sox nagyon bekezdett ebben a szezonban, és vezették is sokáig az American League East-et, New York Yankees pedig messze lemaradva kullogott mögöttük, ellenben egy hatalmas nagy hajrával sikerült behoznunk őket a végén,
Egészen úgy, hogy ugyanolyan mérleggel, csontra ugyanolyan mérleggel végzett a két csapat, és egy tiebreakert kellett játszani, egy 163. mérkőzést, amire a Fenway Parkban került sor, 1978. október 2-án. És ez a mérkőzés vonult be úgy a történelembe, mint a Bucky Dent game, vagy Bucky Dent mérkőzés. Boston vezetés szerzett a második inningben, majd aztán növelték az előnyüket a hatodikban, 2-0-ával álltunk, illetve álltak, és ekkor a hetedik tetején már kb. Így tényleg úgy tűnt, hogy minden veszve van. De érkezett Bucky Dent, aki hát nem az ütőjéről volt híres, maradjunk annyiban, tehát ő egy inkább védekező felfogású játékos volt, belső védő, és hát Bucky Dent egy röhelyes edbetet hozott össze tulajdonképpen, tehát ott beletört az ütője az egyik faulütésbe, ki kellett cserélni, akkor kapott egy másik ütőt, és ezzel a másik ütővel gyönyörű szépen kiütötte a francba a labdát a Green Monster fölé. Senki nem hitte el, ezzel átvettük a vezetést 3-2-re, és a bostoniak akkor nevezték őt el konkrétan Bucky fucking Dentnek, vagy ezután a meccs után, és azóta is rajta van ez a becelés. Szerintem ő ezt egyáltalán nem bánja, hogy egész Massachusetts, meg az egész észak-keleti része az USA-nak, az nagyon-nagyon megutálta őt ekkor. Hát beírta a nevét a Yankees történelembe ezzel a hazafutással, tehát ott van a helye a történelem könyvekben abszolút, ami a csapatot illeti. És utána még szereztünk 2 pontot, ami fontosnak is bizonyult, mert a végén még a Red Sox szépített és följött 5-4-re, és ez is maradt a végeredmény, és ezzel a Yankees bejutott a rájátszásba, és aztán meg is nyerték a döntőt. Yeah! Az LA Dodgers ellen. Bucky fucking Dent. Ha valaki akar egy jót verekedni, szerintem Boston déli részén egy írkocsmában elmondja, hogy imádja Bucky Dentet, akkor igen, igen, igen. Valószínűleg a mai napig. Még úgy is, hogy azóta azért a Boston megnyerte már a saját kis World Series-eit, de akkoriban ez tökéletesen beleillett ugye a Bambino átkába, igen, amit még Babe Ruth-nak köszönhettek. Igen, és ez azért úgy tényleg a lélektana, hogy na most talán legyőzzük a Yankees, talán mi leszünk az elsők, és nem. Igen. De borzasztó lehet. Igen, és egy totális összeomlás a szezon végén. Aztán jön tényleg az a Bucky Dent, akire egyáltalán senki nem számított, és üt egy ilyen kulcsfontosságú hazafutást. Hát ilyen az élet. ilyen Red Sox-nak lenni. Ja, semmi. No, hát mára ennyivel készültünk. Reméljük, hogy tetszett, illetve hogy sokan meg fogjátok hallgatni. Hogyha bárkinek bármilyen kérdése, hozzáfűzni valója, vagy bármilyen kommentje van, azt nyugodtan tegyétek meg, akár a Yankee Casa blogon, akár a New York Yankees Hungary Facebook oldalán, akár pedig a YouTube link, ami ehhez a podcast adáshoz vezet, majd ennek a kommentjei között. Zárszóként csak annyi, hogy a Miami Marlins 2-0-ra vezet a hetedik inning közepén a Chicago Cubs ellen, tehát elképzelhető, hogy tovább fog jutni még nem sokára a Miami az idei rájátszásban, és megy az Atlanta ellen majd. De nagyon szépen a Dodgers kivernék majd. De ezt most már nem fogjuk megverni. Egy-két mondat még gyors így a végére. Emlékeztek arra a mondatra podcast előtt, hogy rövid lesz? Nem annyira sikerült ezt szerintem. Hát a leghosszabb adást összehoztuk, úgy, hogy én egy kicsit átérben voltam. Ez a ti napotok volt. Igen, az a baj, hogy a sztorizgatásról van szó, akkor tényleg van, hogy elszaladaló egy picit. De hát ennek ez a lényege. Ilyen kell, ilyen is. Hogy hátradőlve hallgassunk téged, mester. Ja? Hát köszönjük szépen a figyelmet még egyszer, és jelentkezünk jövő héten is, addigra le fog menni majd
az American League Division Series, és remélhetőleg ugyanilyen jó hírekkel fogunk jönni, és ugyanilyen hasonló epic game sztorikkal, mint most a Cleveland ellen. New és akkor átnevezzük a podcastet DS, nem tudom, Bedtime Stories-ra. Igen, vagy ez a ilyen kis történetek a kandallónál nagypapától, vagy nem tudom. Előttem vagy, ahogy hintaszékbe öled be a könyv, és szívod a pipát, és lobog a tűz a kandallóban. És az unokáknak meséled, amikor rúgsz a bordélyházban. Látott szemekkel, csillogó szemekkel körbeülnek. Szóval ennyik voltunk mára, jövő héten jövünk újból, köszönjük szépen. Én DS voltam. Én pedig Mike, köszi, hogy hallgattatok. Köszönjük szépen, B voltam. Sziasztok.